Élesen a budapesti stúdióból, a Rádió Egy összes frekvenciáján élőben a tudomány mai állása szerint a naprendszer legjobb rádiósai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Kicsit elkéstünk 6 óra után, 17 perccel jó reggel, kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggel. Ne tűnközzél, hogy elkéstünk. Elkéstem, bocsánat, na, így van, ez jó. Jóban, rosszban, mi együtt ugrunk veled a szakadékba, föltolunk a létrán, de nem tűnt. Nem, igen, ti már itt voltatok, én voltam egy kicsit. Ha nem tudom, olyan elpötyögtem az időt valahogy. Olyan egyébként én is aludtam volna még egy-két órát. Én már 3-tól fönn vagyok, tehát nem aludtam. Ezzel nem akarsz valamit kezdeni? Lehet, hogy kéne. Az asfogandát újra elkezdeném szedni. Csak elfogyott az asfoganda szállítmányom. De mi felriadsz? Vagy micsoda? Felébredek 3-kor. És úgy is maradsz? Úgy. Basszus. Ti nem? Nem. Öt, ilyen minden percben így kapaszkodok, hogy még egy picit az ágyban maradni. De tudod, tényleg ennyi, hogy azt mondja volna, hogy apácska, nehogy visszaaludj, és visszaalszom. Tudod? Tehát, hogy így szólnak is. Persze, még szólnak is. Tehát nálam ilyen nincsen, hogy felébredek, és akkor nem tudok visszaaludni. Dehogy is. Ha 5 percet tudok még aludni, akkor még azt is. Már abban a pillanatban. Még a felébredés önmaga érthetetlen, hogy 3-kor így megdíjadsz, és azt mondod, hogy zúgy. Mikor alszol? 8-7-kor? Hát 10-kor elalszol. 5 óra. Az 5 óra. Segít. Az nem. Mondom, izomban. És az izomépítésben sem segít. Nem bizony. Az megeszi az izmon. Valószínűleg kortizol túrtelmerés és stressz hormon, vagy nem tudom, valami van, tudod. Aha. De van erre nagyon sok jó magyarázat, hogy mi történik ilyenkor. Szerintem egy ingás kell neked. Fölébreszt az agyad, mert nem kap elég oxigén. Ingás, az mi? Megingázunk, tudod. Ide fölfektettünk a pultra, és inga. Aha, tehát és az a vízereket keresünk a halásban. A testében. Aha, igen. Nem lehet, hogy rossz helyen alszol tényleg. Vagy nem, a macska alszik az arcodban. A macska nagyon szeret velem aludni, tehát ő jön. Ő bújik. Ő szereti. Hol alszik ilyenkor? Van kis helye, vagy pedig össze-vissza a mosdóba, bemászik a mosdóba. Annyira jó arcok. Össze-vissza. A mosdót nagyon szereti. Mit szerethet egy tök kemény izén, érted? Hát fél macskák. De hát a macska pulát megfejthetetlen. Fél szeret az mindent. Ezt soha nem érted. Nálunk az egyik macskánk a vaslap radiátoron aludt állandóan. De nem volt rajta semmi. Tudod. De az meleg, azt még jó, megérted. Csak közben egészek picit, hát olyan volt, mint Miki, hogy volt rajta egy pár kiló felesleg, és így belógott. Így laponként. Mert a macska okos állat, ha nem puha a radiátor, kipárná a saját magát. Miért másznak bele a dobozokba? Tehát, hogy azt soha senki nem tudta megfejteni még, hogy miért, tehát miért érez minden egyes macska ellenállhatatlan vonzalmat minden doboz iránt. Tehát nyitva van egy doboz, egy bármilyen doboz, abban a pillanatban a macska beleszuszakolja magát. Azért, mert védett. Szerintem. Nem? Igen. A szoba közepén. Tudod? Igen, a természet Isten csapásra jelen. Igen, a szoba közepén egy termoszos doboz, és beleszuszakolja az irdatlan testét. Valami. Iszonyú furák. Igen. Azt mondja, hogy hajnali 3-kor kapcsol be a máj. Igen. A kínai szervóra szerint ránézetnék. Aha. Tudod? Nem, tehát biztos, hogy valami ilyesmi történik, hogy valami méreganyag felszabadul, kevés az oxigén, és az agyat fölébreszt. Milyen méreg anyag? Nem iszol, nem dohányzol, nem eszel. Már mi a fehérjék? A fehérjékben van. A fehérjék akkor kezdenek el dolgozni. Igen, 3-kor kapcsol be a máj a kínai szervóra szerint. Ez milyen izgalmas. Igen, jó lenne megfejteni. Májtisztító kúrát. Biokávé, 1,5 literrel lefőzöd, fölteszed valami polcra, és egy csövön bevezeted a seggedbe. Az jó? De jó. Nagyon fenntartod, és utána nagyon futsz. Igen. Nagyon futsz. Én csináltam egyszer egy ilyet, nagyon izgi. Tényleg. És ugye a vastagbélnél az szívja föl leggyorsabban az ilyen hatóanyagokat, úgyhogy a kávéból, érted, bemennek a hatóanyagok, és megtisztítják a májadat. Aha. Úgy alszol, mint a veszedelem. De kipróbálom. Nekem már bármilyen. Igen, én már bármit szeretek, csak hadd aludjak egy kicsit. Igen. Azt mondja, a ciklus irányító melatonin nevű hormon szintje is nő, ezzel párhuzamos pedig a stressz hormon kortizol szintje is elkezd nőni. Milyen ciklusod van neked? Nem tudom. Menstruációs ciklus. És hajnali háromkor, tehát hajnali háromkor van ez a tipikus. Ez mindenkinek ez akkor kapcsol be? Te is sokszor ébredsz a hajnali három körül, ez nagyon érdekes, ez egy tipikus tünet, ez a hajnali hármas ébredés. Ez egy kézzelfogható, ez nem 5 óra, ez nem 4, ez nem 2, ez nem fél 2, ez a 3. 3 előtt 5 perccel, meg 3 után 10 perccel. Tehát ez nagyon érdekes. Ez egy klasszik tünet. Mondjuk borzasztó lehet, tehát hogy így. Tehát hogy alapvetően így korán kerül, vagyis tényleg az, hogy 1 óra múlva kellene, és felkelsz 3-kor. Tudod, és így ránézsz, ez borzasztó érzés. Én valamikor nem merek, tehát amikor felébredek így hajnalban, vagy így este felé, és ki kell mennem a klotyóra, akkor így nem merek az órára nézni. Mert hát, ha még sok. Nehogy az, nem. Ja, hát hanem, hogy kevés, hogy azt látod, érted, hogy 4 óra múlva kell kelned. Akkor inkább a boldog tudatlansággal feküdj vissza. Érted? És akkor nem tudod, mennyit kell aludni, de alszol. Így van, de olyankor a legnagyobb hiba, amit elkövetkedsz, hogy ránézel az órára, és kiderül, hogy már csak 4 órád volt hátra ébredési. De akkor már jobb, óriás csalódás ez. Vagy a démon. Vagy Gyűn a démon. Démon még az lehet. Igen. Hát gyerekek, majd megfejtjük. Ez az asfaganda, az jó. Azt elkezdem. Elszerzek egy újabb szállítmányt, ezt elkezdem szedni. Na azóta egyébként tolom, amiatt először beszéltünk róla, most már, hogy 2 hónapja. Mert régen, 1000 éve mi is toltuk, mikor Móni elkezdett foglalkozni a TM-mel, akkor ott is ugye nyilván javasolnak egy csomó dolgot, és akkor elkezdtük, és aztán valahogy ez így kikopott. De most egy ideje megint. Amiatt először beszéltünk róla. Móni? Aha. 20 éve. Hát kb. Most nem tudom megmondani. Akkor szerintem elég jó. Igen. Vagy 23 talán, vagy valami ilyesmi. Ügyes. Na jó van, gyerekek. Milyen volt az RTL-en a kis új műsor? Jó volt? Kastélyos, Árpás. Csak olyan beszámolóim vannak, hogy az család már rácsavarodott, mert én nem voltam otthon, későn értem haza, de Béka azzal fogadott, hogy nagyon-nagyon jó. Hogy jó volt? Ja. Hát a legnagyobb, azt tök jó részletesen elmesélte, tehát úgy tudok mesélni, mintha én magam láttam volna, hogy milyen érdekes, én ugye nem szoktam ezekbe hinni, de te már ezt sokszor elmondtad, hogy a karma, meg hogy az önsorsrontás az mennyire működik, hogy az első játék az volt, hogy volt egy csomó tábla, amin különböző állítások szerepelnek saját magadról, és az egyik állítás az volt, hogy én fogok először kiesni, vagy valami ilyesmi típusú mondat. És hogy a Nyári Luca írónő úgy ment oda, hogy ő ezt a játékot, hát nem tudja, hogy neki hogy fog menni, de hogy majd... Na, és akkor csak annyi volt a feladat, hogy válasz egy táblát magadnak. Olyanok voltak rajta, olyan feliratok, hogy én jól hazudok, tudom, ehhez a játékhoz kell, meg ez. Úgyhogy odaállt a kisasszony ehhez a tábla, az, hogy én fogok először hazamenni, mindenkivel elbeszélgettek, azt akkor mondták, hogy hát akkor mindenki a táblája szerint folytatja a játékot. 1 percig volt. Ez szerintem egy zseni húzás. Jó. Érted, hogy behívnak nem tudom mennyi embert, 22 embert. Aztán. Válasz egy táblát. Ez jó. Na most ezt a felébredtem, én nem gondoltam. Ez jó, ez frappás. És odaállt, hogy valószínűleg én fogok először hazamenni, és mondta az Árpát, hogy valóban köszönjük, viszontlátásra. Ilyen volt a műsorban. Ilyenkor azért benne van a pakliban, hogy később, aztán, hogy mert visszahozzák, hogy és, de azért ez jó, ez jó kezdés. De elmész egy műsorba, és oda nyúlsz arra a táblára, hogy először fogsz hazamenni. Ugye? Ez milyen értékelés, milyen önbecsülés, hát milyen önképet, ez mi? Én fogok először hazamenni. Minek mentél el, ha így gondolkozom? Mit csinálsz abban a játékban? Hát kipróbálta, hogy milyen. Igen. Nem tudom, hogy ugye teljesítmény arányos-e a pénz, tehát hogy minél tovább benn maradsz, annál többet kapsz. Szerintem igen. Ott 3 héten keresztül ők ott vannak gyakorlatilag elzárva a külvilágtól, nincsenek semmiféle kommunikációs eszköz, nem mehetnek el. Mondjuk én azért nagyon nem bánnám, hogyha a Nádasladnányi kastélyba 3 hétig be lennék zárva, mert az nem rossz, a Magyarország egyik legszebb kastély, tehát hogy egy gyönyörű helyen vannak, úgyhogy mondom, ez ilyen önsorsrontó volt, hogy mit, hova álljak, én fogok a legjobban hazudni, nem tudok hazudni, nagyon várom ezt, az se, én fogok először hazamenni, viszontlátásra, köszönjük szépen. Jó húzás. Ez jó. Az jó, és akkor haza is ment ezek szerint. Igen, megköszönték a részvételt 1 perc után. Ez nagyon nagy. Igen, én szeretem az ilyen csavarokat, nagyon jó. Hát ezt a játékot szerintem egy csomóan játszották már, megismerik, ugye itt mindig az a kérdés, hogy nézni van-e, mert játszani ezt nagyon jó. ezt a gyilkosos játékot, hogy ugye betakart szem, kitaláljuk, hogy ki a gyilkos, és akkor neki ki kell nyírni ember, tehát tök jó játszani ezt, csapatépítőn szokták csinálni meg mindenütt. De hogy nézni jó lesz-e majd, azt nem tudom, egyelőre úgy tűnik, de hát ez még egy első napos műsornál nem mondható, hogy rá fogsz savarodni. Aha. De a békát elvesztettem este. Aha. Tehát ő nézi. Igen, nekem nyugodt estéim vannak. Na megnézzük, kíváncsi. Én magára a formátumra vagyok kíváncsi, hogy milyen egyébként. Azt mondja, hogy azért átadom, mert nem volt másik szabad tábla. Hát akkor miért jut az neked? Igen, miért az is miért jut, hiszen volt, amikor oda mentél, még volt ugyanannyi tábla, hányan ti voltatok. Igen. Ha gyors vagy, ha van döntésképességed, ugye, van önértékelésed, és tudod, hogy azt mondod magadról, hogy akkor oda állsz. Tehát ez se véletlen, hogy neki az maradt, az az egyetlen. Igen, hogy valahogy ez bevonzott, igen, hogy csak az marad. Nem baj, de a béka ezt nézni, nekem hála Istennek van időm fantasztikus TikTokos videókat a fiamtól kapni, hogy apa, csináljunk sárkányszakállat. Mi ez a sárkányszakál? Na, keres rá, te szeretni fogod, jaj. Ez egy kínai édesség, gyerekek, tegnap. Ja, édesség, az jó. 5 órát töltöttem az életemből azzal, hogy a sárkányszakál nevezetű szarnak az alapanyagait beszereztem, mert ugye kukorica, szirup meg ilyenek kellenek hozzá, nekem elég jó felszerelt konyhám van, de ez nincs benne. Aha, a kínai vattacukor. Azaz. Na most a sárkány szakál készítése az úgy kezdődik, hogy kukorica, szirup, cukor, ecet, víz, ételszínezék. Egészségesnek tűnik. Nagyon, nagyon. Ezt elkezded várjál összefőzni, és az a lényege a dolognak, hogy egy ilyen karikát öntesz belőle, amit a kezed melegével elkezdett nyújtani, és mindig keresztbe fordítod, és ugye duplázódik a szál, és ezt mindig húzod, a vége az hajszál vékonynak kéne legyen. Aha. Egy ilyen roppanós cukor sztori. Figyeljetek, 2 órán keresztül már a ömön is cukorszirup volt, mert nem találod el az állagát, de a gyerek ott áll csillogó szemmel, hogy apa, nekünk lesz sárkány szakálunk, mit mondasz? Hát persze, hogy lesz, nyilván lesz, fiam. Anyádat, tényleg már nem neked, hanem ennek a hülyeségnek, aki ezt kitalálta, és hogy legyetek kedvesek, ha valaki a hallgatók közül a TikTok instrukciói alapján valaha ezt el tudta készíteni, az legyen kedves, írjon nekünk. Figyelj, 3 órán keresztül húztam ezt a szart. Már mindenem kék. Igen, mert ezt, hogyha így ránézel, akkor elég nehezen tudod elképzelni, hogy ezt kézzel lehet ezt megformálni. De kőprofi. Keressetek rá a neten, egy ilyen, tényleg hajszálvékony törököknek is van egy ilyen diós. Igen, de azt igen, na, az. Mert ők nem hülyék, tudod? Ők tudják, hogy kell csorgatni. Én meg nem tudom. Este 9-kor még cukorszirupot nyújtottam. Azt hittem, hogy megőrülök. Nehéz megcsinálni, és szar. Mi az? Sárkányszakál. Sárkányszakál, ez a 2. De volt lendület legalább bennünk, hogy valamivel elüssük ezt a fél napot. És tudod, amikor végigjáron elmész az ázsiai boltba, ahol az ázsiai néni nem érti azt, hogy cukor vagy kukorica szirup, akkor már elkezded lefordítani. Google fordítóval kínaira lefordítottam, amit el tudsz képzelni, míg végre azt mondta, hogy já, és elront valamelyik pult felé, mondott valamit, de kínaiul, tehát nyilván nem értettem, na ott van. És így kézzel elkezd egy nyújtani. Jézusom. Na, ezt megcsinálod 4000-szer, akkor kapod meg, ahogy tudják ott. Igen. De megnézzük a végét, hogy... Már gondoltam rád is, Balázs, hogy egy ilyen edzésnek, mert már marha nehéz. Ja, hogy húznod kell szét. Ilyen húzó dolgot. Nagyon menő, mi? És egyébként az íze is borzalom? Az hát persze. Hát full cukor az egész, és ráadásul kukorica kemény időben van forgatva, az szerinted finom. Gyerekek, jövünk, mindjárt elment az idő, fél hét van, itt vagyunk rögtön a hírek után, itt vagyunk mindjárt. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió Egyen. 3-4-7 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Itt bizony. Azt mondja, hogy micsoda, mit írnak itten, kérem. Mihez? Mire? Ki ír? Shakira hova? Fizet? Igen, mire? Csúnyán? Nem perel, fizet, vagy ja, nem perlik, ő az adócsaló? Adócsalt, igen, be kell fizetni. Nem szégyeli magát. Be kell fizetni 1 pár millió eurót, és akkor... És akkor rendben van. És akkor nem csukják le. Igen. De ez milyen joggyakorlat ez? Ez hol lakik ez a lány? Mert nálunk ilyen nincsen. Azt hiszem, hogy gyálon. Gyáli? Igen. Akkor én gyárra költözöm, meg szerintem mindannyian jelentsük be a munkat gyárra. Hát ilyen nincsen, hogy csalsz valamibe, és akkor később azt mondja, jó, akkor befizetem. gyálnak nincs kiadatása. Nem, gyállal nincsen egyébként. Nincs, Kolumbiának nincsen kiadatása egyezmény most velünk. Nem. Mármint nem velünk, hanem ahogy szomszédaink. Igen, ez ami spanyol adócsalás, nem véletlen ment elő azért Miami-ba, Floridában. Tehát, hogy azért ez ugye egy érdekes ebben a formában, de milyen jól néz ki azért itt. Hát azért, ja. Hát igen. Ez itt csokolom. Hát abból a pénzből, amit elvett a spanyol államtól. Itt van, ha legkülsői dolga lenne, csak mindenki én is így nézni, ja nem. Valószínűleg nem. Egy oka van neki, te fiú vagy. Messi is adócsalt. Hát Cristiano Ronaldo is adócsalt. Hát ezt én nem. Nem, most mondd meg mennyien. Na, most nem. Hogy kívül a Ronaldónak nem volt, a Messinek volt valami, ugye pont a Barszában, valami apuka ott elrakott ezt keveset, meg nem vallotta be, meg nem tudom, neki volt a spanyol hatósággal baja. De szerintem a Ronaldónak nem. Neki nem volt. Vagy akkor lehet, hogy felajánlottam, hogy kifizeti bárkinek. Igen. Lehet, hogy ő mentette meg Messit a börtöntől. A kölcsön Messi. Igen. Na, azt mondja, hogy mit csinálunk? Időjárásunk? Időjárásunk az olyan 10 fok. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentést támogatta a Terralux, Magyarország hőszivattyúja. www.terralux.hu. És akkor Roli, itt van Roli. Hello Roli, jó reggelt! Sziasztok! Szia! Hello Roli! Honnan hívtál minket? Innen Budapestről. Kőbánya alsóról. Az igen. Az jó. És milyen napod van, mit csinálsz ma, vagy tegnap mit csináltál? Hát most picit fáradt vagyok, tegnap egy koncerten voltam. Na. Ez egy ilyen metal zenekar, egy ilyen hardcore metal zenekar koncert volt. Kik? Lorna Shore, ő volt a főzenekar. Anyukám mindig ezt énekel a bölcsömnél, Lorna Shore. Igen, nagyon sok idős ember. Hát, mindegy, hogy... Csak a sztereotípiákkal mindenki. Ez órában. Igen, lánc. Tényleg nem szegény. De egyébként nagyon sok idős nyugdíjas szereti ezt a zenekart Magyarországon. Igen. Milyen nemzetiségűek ők? Ők azt hiszem amerikaiak. Vagy angol, vagy amerikai, igen. És nagy bulit toltak? Fú, nagyon. Teltházas volt a Barbanegrába. Na, menő. Amikor az nem egy nagy teljesítmény, nem a Barbanegra, már úgy értem, hogy az mennyi, 800 ember, 600 ezer. Nem, 3000 ember. Az jó. Igen. Na, akkor az nagy buli. Amerikaiak, deathcore. És kérdezi, aki Lorna Shore-ba kellett állni? Tehát a nagyok erős. Igen. Már úgy indultunk, hogy mondom, álljunk be a Lorna Shore-ba. Nem egyébként, hogy ki voltak írva a zenekarok, mert volt több előzenekar is, ki volt írva, hogy 5:30-kor Dorfs. Én meg mondtam is tesómnak, hogy mondtam is, hogy azt nem ismerem, rákerestem, nem találtam igazából semmit, aztán ő meg szólt, hogy hát az a kapunyítás. Azért van kiírva, hogy Dorfs. Remélem azt hitted, hogy... Igen, hogy összeálltak meg. Hogy összeálltak meg egy Jim Morrison, szumálták. Fölkelt a csáv, és azt mondta, élnek, és újra megalapította a Dorfs. Viszonylag jó állapotban van, ahhoz képest, hogy pár évtizede halott, de... Igen. Azt mondja, hogy megörültünk, hogy ő lesz az előzenekar, de aztán kiderült, hogy ez csak a kapunyítás. Nagyon jó. Kivel játszanál, Rolikám? Mondj valaki. Janival. Gondoltam, hogy ő is szereti az én keményebb zenét. Persze, akkor... hát hogyha már deathcore-ról van szó, akkor na. Akkor legyen Jani. Ez egy fura lenne, ha Balázsral játszanál. Partner, ez igaz. Mehetünk? Hát mehetünk. Jól van. Nem is készültem fel lelkileg, de mindegy, menjünk. Na, menjünk akkor. Na, azt mondja, hogy 3-2-1, és tessék. De először láttad őket, meg hallottad? Élőben? Először voltak Magyarországon. Te ismered őket? A nevüket, azt ja. Az erőket ja. Nem. Valami kis mondta. Mi van veled? Na. Hello. Egy jót nem tudtam ásítani. Hát nem mondom, hogy ásítok egy jót, hát mi történt? Szépen, Rolikám, szép volt. Ez... Még elég nem ittunk a kávét. Jó, behúztál a csőbe. Túl kemény kérdés volt, bocsánat. Nincsen semmi baj, Rolikám, ez jó volt. Ez jó volt. Hát örülök. Erős színvonalas játékos volt. Igen. Játszottam. Nagyon. Hát azért most kiderült Jani zenei ízléséről egy-két... Hát sok nem, de nem idő rá. És most így Janinak akkor hogy áll a százaléka? Ja, sehogy. Tehát ez valami, mit biztos lehet, hogy 2-ből 2. 2-ből semmi. 2-ből semmi. Akkor legalább nem én járultam hozzá, hogy kikapott, hanem ez már egy elvesztett buli volt. Ettől mi még Metal testvérek vagyunk. Igen. Jó, már Roli, akkor küldjük az ajándékcsomagot, illetve van egy plusz ajándékod, ezt is megmutatjuk, figyelj! Nyereményed egy Rájszább termékekből álló ajándékcsomag. Na mit szólsz? Na, ez nagyon jó, nem tudom, hogy mi az egyébként. Ilyen kis rizses cuccok egyébként minden, ami ingyen van, annak örülni kell. Na, akkor légy párhuzam kettőköt. Küldjük neked, jó? Köszönöm. Ciao, ciao. Szia. Szép napot nektek, sziasztok. Szia. Hello. Hát ez jó. Az utolsó pillanatig küzdöttem. Igen, ez most azt mondják a negatív rekord, de be van valami. Küzdöttem az utolsó percig. Nagyon haraptál. Nem az utolsó, az első. Nem engedett minden. Érted, és aztán bedarál. Haraptál, nagyon dura volt. Nagyon kemény volt. Igen, harapós voltál ma reggel. Hát nem, érted, engem nem könnyű kétvára fektetni, de ha igen, akkor nagyon. Igen. Igen, kivettem a füles, megtakarítottam a fülemet, már vége is lett a játéknak. Irány a Jani mappa. Pakson nagyon recseg a vétel. Na most mondani. Gyulus? Állíts valamit az anternán. Sugárzunk, sugárzik Paks, és ez lehet, hogy be. Holnap kezdődik a Squid Game? Nem kezdődik. Akkor meg még hülyeséget írtunk? Hülyeségeket írnak. Misinesi, basszál minket, léci, köszi. Nem kezdődik semmilyen Squid Game holnap. Ismétlése lesz biztos. Neki az lehet, hogy lesz belőle reality, vagy lesz belőle valami valóság, de a Squid Game második évad az nem kezdődik holnap. Ez ide nekem pacekba, haver, hogy ez... Arról már tudnánk, hogy ha holnap lenne a premierje a Squid Game-nek, mert minden erről szólna. Úgyhogy nem tudom, hogy mi indul holnap, de az biztos, hogy nem. A második évad az nem. De lesz belőle? Az át már úgy hagyták abba, hogy lesz, igen. Ja, de még nincs trailer, meg nincs semmi. Nincsen semmi, hát azt már látnád. Tehát már Netflix. Azt mondom, hogy ezért akkor szétpromózná Netflix azért. Azért ez tök érdekes, hogy van egy ilyen sikeres sorozat, amit a félvilág nézett, és nincs belőle folytatás, pedig még úgy is hagyták abba. Hát azért figyelj, mire egy ilyet megcsinálod. Még nézed az első sikerese, oké, azt mondod, oké, látod az első 3 részen, rendben van. Elkezdett kidolgozni a forgatókönyvet, 1 év. Tehát egy forgató, egy komoly forgatói megírása az 1 év. Elkezded összerakni rá a csapatot, a szettet, kitalálod, megcsinálod a szereplőválogatást, hát megvan a forgatókönyv. 3 éves, nem? Vagy mennyi? 3 éve volt. Hát én nem tudom pontosan, hogy mikor volt, de igen. És aztán ugye maga a forgatási idő, hát azért az is epizódonként nyilván nem kevés. Hát és... sok statisztát, aki vállalja, hogy meghal, érted, nem megy hozzá. Hát meg az elvárások, tehát hogy az, hogy iszonyatosan legyalult az egész világot ez a sorozat. Figyelj, itt azért biztosra kell menni. Tehát, hogy itt nem szeretnék ők se, hogy a földbe áll a dolog. Tehát nagyot kell gurítani, tényleg nagyobb kell figyelni, mert mindenki azt várja, hogy majd mekkora lesz. Hát aztán... ilyet láttunk majd a második rész Hello volt. Igen. És sima forgatókönyvfejlesztés az 1,5-2 év is lehet. Mire mondjuk abból írnak egy jót. Mire azt átírják, átdolgozzák, fejleszgetik, az simán van annyi. Kitalálod ezt a sok okos játékot. Mire a sok okos játékot kitalálod, igen. Karaktereket rajzolsz. Igen. Hát tavaly januárban a rendező azt nyilatkozta, már megvan a fejemben, hogy mi lenne az alaptörténet. Ja. Most éppen a brainstorming szakaszában vagyunk. És ez a brainstorming, ötletelnek a brainstormingból egy váz, akar abból egy forgatókönyv, azt még csinosítgatják, ez egy hosszú dolog. És mi ez a reality? Ez mi ez a Squid Game reality? Tehát ez micsoda? Valószínűleg lejátszák a játékot, csak nem halsz meg benne, csak kiesel. Nem? De hogy csinálnak belőle egy realityt? Hát azért ránézünk. Aha. Ennél néznek, de nem tudom, de maga mondom, a második évad az biztos, hogy nem a kihívás, azt jelenti ez a neve. Igen, mert a Squid Game a kihívás. De hogyha reality... Challenge, hát de ez mitől challenge? Igen, meg nyilván nem fognak, hogy és az apróbetűs megnéztétek? Igen, mert hogy meg is hallhattok. Gyerekek, éles a lőszer, itt a filmben. Igen, hát ez a rész, ez valószínűleg nem így fog működni. Igen. Na meglátjuk majd, gyerekek, nem tudom, jó volt. Én az első évvel ott azt tényleg nagyon szerettem, azt nagyon felkapták. Azt mondja, hogy igen, a Squid Game reality jön holnap a Netflixre, megcsinálták a játékokat valódiban. Aha. Hát ezt már megcsinált az egyik youtuber is, nem? Azért ez a híres sávó. Megcsinálta. Igen. Aki most éppen afrikai kutakatás, vagy mit csinál? Ő világéletében így működött, majd mindjárt hallgatók megírják a nevét, hogy hívják ezt az amerikai csávót, hogy ő nagyon-nagyon gazdag lett ebből a youtuberkedésből, de ő mindig visszaforgatott valami lóvét. Tehát ő ugye alapvetően jótékonykodós srác, és akkor most Afrikában van, ami nem tudom, 100. Hogy ne járjon úgy, mint Shakira. Valószínűleg ez is benne van, meg ő lehet, hogy egy jó fej. Jó arc lett, Csak egy kicsit egyébként az a baj ezzel, hogy ugye... A Mr. Beast, igen. Nyilván nem az, hogy meghalnak, az a savabors. Az egész de valahogy része volt. Tehát, hogy attól volt dráma, attól volt tragédia a végén. Hogy de nem haltak meg igazán, ez egy film. Nem. Ne csináld. Jézus, tettük mindélne. Basszus, most vertek át bennünket. Én meg még, igen, virágot is küldtem. Azt mondják, hogy 456 játékos merül el a Nyerd meg az életed világában, hogy képességeiket és személyiségüket próbára téve ringbe szálljanak a sorsfordító $4,5 millió díjért. Ez a Nyerd meg az életed a kihívás. Aha. Tehát akkor ez valami akkor csináltak belőle. Nagy díszletes, nagy költségvetés. Csináltak belőle egy realityt. Ja. Megírták egyébként Mr. Beast Barnabásnak hívják. Mr. Beast Barnabásnak hívják? Mr. Beast Barnabás? Igen. Igen, egyébként Janinak tökre igaza van, hogy kiveszi-e az élét az, hogy nincs halál benne. Ugye? Szerintem... Hogy még a filmen hiába tudtad, hogy nyilván nem halt meg senki. Ugye a forgatás közben, vagy legalábbis reméljük, de hogyha jól meg van csinálva egy filmot, tényleg elhiszed, hogy igen, ez arról szól, hogy emberek halnak meg. Mi a különbség e közt meg mondjuk egy Survivor között, azok a jó, lehet, hogy színvonalas, jópofa, kreatív játékok vannak benne, de ha nem halnak meg, akkor tudod, semmi értelme. Vagy megcsinálják ugyanazokat a játékokat, mint a filmben, és majd a baba az ilyen gumilövedékkel fogja kilőni. Igen, meg a paintball lövedékkel, és akkor az meghal. Hú, az egy picit fáradt lenne azért. Igen, érdekes. Kíváncsi vagyok. Hát valószínűleg ugyanúgy lejátszatják velük a játékokat, igen. Na jövünk mindjárt, gyerekek, 5 perc, pontosan 7 óra, ha van friss közlekedés, akkor pattintsátok át, hogy tudjuk indítani a ma reggelt. Jó, mi pedig itt vagyunk rögtön a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 7 óra után 5 perccel itt vagyunk. Hello, Feri. Hello, szevasztok, jó reggelt. Hello mindenkinek, drága hallgatók. November vége felé vagyunk már lassan. Igen. 21. Igen. 21. Gyerekek, jövő héten december. Tényleg, hétvégén. Hát ez... De jó. Az egészen elképesztő. Az egészen elképesztő, jövő héten december van. Onnan már csak a Mikulás, és meg vagyunk. És karácsony. Jobb előtt túlesni rajta. És kezdődik előről minden. És kezdődik, megint megyünk bele a tavaszba. Igen, és ez így megy szépen. Ez van, megvetjük az új autópályamatricát. Mesélj róla, mi van az új autópályamatricával? Szerintem nem véletlen mondott ezt. Igen, szerintem nem akarod tudni. Hát most 40 000 forint fölött vásároltunk éveset, ugye, ami mindenhova jó. Ez fölugrott nem sokra, 57 260 forint lesz az éves. Ausztriában 30 000-ért kapsz, de ezt csak úgy mondtam, tehát, hogy nincsenek nyilván köze a dologhoz, és azt mondjátok meg nekem, hogy ki a veszedelem fog venni egynapos autópályamatricát. Ez ugye EU-s előírás, hogy kell, hogy legyen egynapos. Aha. Egynapos matrica nálunk 5000 forint lesz. Ki fog venni egynapos matricát? Annyi lesz majdnem, mint a 10 napos. 5000 valamennyi, nem tudom pontos árat, majd mindjárt megnézem. Hogy az osztrák van itt, mindjárt keresem, 5150 forint lesz az egynapos matrica. Ki fog venni ilyet? Ja, úgy, hogy a 10 napos pedig? Hát az mit, 6000. Aha. Vagy például nagyon ritkán van egy dolgod. A negyen matrica az 6600 forint, érted? Tehát, hogy akkor már veszel egy havi, vagy egy éves megye matricát 6006 ér. Aha. Hogy kinek találják azt ki? 5150-ért. Igen, ez egy az jó átutazónak? Kérdés. Tehát a kamionos, aki egyszer átmegy? Hát a kamionos pont nem egyszer megy át. Igen, hát az ugye sokszor jön át. Nem tudom, de ez tényleg egy jó kérdés. 5000-ért akkor már tényleg megveszed. Igen, akkor veszel vagy egy éves megye matricát, vagy nem tudom, veszel a 10 napos matricát, de napi matricát. Vármegye. Bocsánat. Megye. De azt írja valaki, hogy lehet, hogy drágul a 10 napos is. Tehát, hogy 5000 lesz. Valamivel több lesz, de 6000 valamennyi lesz, érted? A 10 napos, tehát nem lesz akkora különbség, hogy kinek fogja megérni ez, vagy... Aha. Hát azt mondja, hogy a tranzitforgalom, az például egynaposat vesz, mert ugye az csak átmegy, aztán megy valahol. Aha, meg visszafele is vesz egyet? Ő sem lesz hülye, érted, a tranzit, aki megy mondjuk Németországból, megy Romániába, ő valószínűleg lepakolja az árut, és jön vissza, tehát 10 napon belül van, úgyhogy neki is megéri majd a 10 naposat venni. Aha. Inkább, mint hogy ezt a napit. Én értem, hogy az EU előírta. De az EU szerintem nem az árat írja elő. Azt nem írja elő. Az EU azt írja elő, hogy neked kell, hogy legyen egy ilyen. Te mit csinálsz Magyarországon? Te azt csinálod, hogy jól felnyomod a napi árát, ezáltal kicsi többlettel inkább megveteted velem az a 10 naposat, vagy az 1 hónaposat. Okos ezáltal, vagy haver. Hát igen, az az árképzés. Nem rossz. Lebeszélek az egymenüről, és rábeszélek, hogy még egy plusz krumplit, meg egy vizet olcsóbban kapsz, mintha egyébként külön vennél egy krumplit, meg egy vizet. Ugye meg is ezt csinálja? Igen. Igen. Jó. Tehát valójában ő nem akarja, hogy te megvedd, csak létrehozza az EU miatt. Tehát a szabály, ez a szabály. És arra terel, hogy nem veszem meg 5000-ért, hanem veszek egy 10 naposat, 6000-ért. De veszek inkább 10 naposat, 20 naposat, stb. Igen. Tehát annak ő direkt felnyomhatja az árát. Okos. Igen, aztán persze szabályzás nincs rá, tehát az EU csak azt mondja ki, hogy kell, hogy legyen egy napos matricád. És lehet, hogy te neked jobban jön neki az 5-ös, de te inkább 7-ért veszed meg, mert azt gondolod, hogy 2000-ért viszont te kapsz plusz 10 napot. Így van. Viszont az állam meg úgy érzékeli, hogy te 2000 forinttal többet költöttél. De okos. Mert hogy nem az 5000-eset vetted meg. Nem? Csörög a zsebbe. Hát több csörög, többjön be a kasszámos, ha lehasználod, nem használod, leautózod, nem használod, az szociális probléma, nem érdekes. Igen. De arra felé terel, hogy a többet költsd el, ne a kevesebbet. Ezért csinál egy olyan képzést, ahol rájössz, hogy nem éri meg megvenni. És akkor ma inkább, hát Jucikám, hát akkor már itt van az a 7-es 10 napos. Lehet, hogy elhasználjuk. Lehet, hogy bármikor jövünk még erre. Menjünk még egyszer. Menjünk még egyszer, hát van 10 napos. Persze. Nem, okos ez. Menjünk le hétvégén is a balcsira. Brüsszeli előírás, ez van. Mocskös Brüsszel! Köszönöm, nagypapa. Azért az 57.260-nál nyertem egyet én is. Én ugye veszek mindig éveset, mert elég sokat járkálok, erre-arra. Nekem nem tűnik ez azért annyira nagyon soknak, és azt is megmondom, hogy miért. Tehát, hogyha te mondjuk... Hát védd meg, légy szíves. Na jó, mondjuk nyitott vagyok, vagy gyere. Egy 3 naponta autóhasználó, ugye? 3 naponta. Ja, hogyha elosztod? Tehát mondjuk osszuk el egy évre. 3 naponta vagy, van 365 nap, tehát akkor az mennyi? Nem kevés. 3 naponta? Mi a kérdés? Igen, 3 naponta. 3 naponta azt, tehát az autópályát. 130 nap. Ugye megy a 360. 57.265 nap, akkor mondjuk osszuk el 120-szal, akkor egy utad az 477 forint. Na, akkor most. Most 477 forintért neked azért karbantartják, megcsinálják, leaszfaltozzák, vágják a sövényt. Tehát így azért most oké, vannak csumpi állapotú autópályák, de azért ha mondjuk te napi ingázó vagy 2 naponta, vagy 3 naponta fölhajtasz autópályára, mész egy 80-as, 100-ast, és azt így igénybe tudod venni, akkor mondjuk mennyire jön ki napi? 477 ha 3 naponta használod. Igen. És akkor egy utad az 400 forint. Na. Az nem annyira vészes szerintem. Jó az, és akkor még nincs ebben az, hogy elfelejted, hirtelen bejön valami út, ami miatt egyébként venned kéne, de kimegy a fel, érted, becsúszik egy büntetése miatt, stb. Nem, jobb a biztonság. Tehát az, hogy te tudod, hogy egész évben bármikor felmész az autópályára, nem lehet gond belőle, mert nincs ilyen, hogy akkor elfelejtettem akármi, akkor jó, akkor meg, vagy ebben vagy például ez az árképzés, akkor megveszem a 10 naposat, aztán végül is csak egy út miatt kellett, aztán már többi ment a levesbe, tök feleslegesen. Jó, ez az éves. Jó. Igen. Szóval odaálltatok. Jó van. Mi iszonyú... Hát a főnökünk közmegyünk, iszonyú sokat megyünk, és nagyon-nagyon praktikus. Hát nekem is van, én is meg fogom menni nyilván, csak tudod, eddig volt 41 000, vagy mennyi vettük, 40 valamennyiért, azért ahhoz képest most az 57, ez azért... Miért, és Cigi mennyit ment föl? Hagyjad már. Ja, jó, csak úgy kérdeztem. Most ez hogy jön ide? Egyáltalán. Igen. Igen, és a Cigi. Hogy és a Cigi, és a kávé milyen? Igen. Töké voltam, nem voltam a kisboltban, hogy láttátok, meg nyilván az megszólás előről le is maradtam, valaki egy... Nem nézzük. Egy literes kalinkával indította a reggel. Tökre igaza van. De lehet, hogy a brigádnak viszi. Tehát, hogy nem. Közös pia lesz. Tehát, hogy megint ez a rossz indulat, nem? Hogy azt gondoltam, hogy ő iszza meg. Hát, vagy lehet, hogy ajándék lesz estére, csak este már nem lesz ideje beugrani a boltba. Nagyon szép ajándékek. Egy jó kalinka. Hát, ha azt szereti az ünnep. Valószínűleg nagy a brigád, és mindenkinek a kávéjába lötjen egy kicsi. Az nagyon kemény. 1 litert? Egyedül megvettél? kis. Az combos. Az emberes. Azért az nap az lecsúszik, azért az 1 liter vodka, az kemény. De lehet, hogy tényleg beosztja egész hónapra, csak nem tudom, hogy miért 21-én veszünk. Igen. Hát ezt mondja, sokszor lekutattuk, hogy hányan isznak egy reggel. Igen. Tehát, hogy kik azok, akik isznak, és kiderült, hogy elég sokan. Na gyerekek, kölcsönadás, ez egy jó téma, de nem pénz, ugye elsősorban, hanem az, amikor te kölcsönadsz valakinek valamit, és soha a büdös életben nem hozza vissza többet. Ugye hát rengeteg könyvünk, meg mindenféle dolgunk van kölcsön, vannak a nagy kölcsönkérők, akár pénzt is, meg hát mindenféle tárgyat. Na, ugyanis a témát az adta, hogy több mint 100 év után vittek vissza egy könyvet az amerikai könyvtárba. Hát de nagy. 138 000 forintnyi késedelmi díjat kellett volna fizetni. És a könyvtár méltányos volt, és elengedte az összeget. Hát, mekkora lett volna? Mi lett volna az összeg? 138 000 forintnak megfelelő büntet. Hát az így a 100 évre még nem is annyira vészes. Az még nem is annyira vészes. Igen, tehát az még úgy azért úgy rendben van. Hány ilyen könyv van otthon, gyerekek? Igen, az édesanyja holmiát pakolta egy nőci, és megtalálta a könyvet, és rájött arra, hogy ezt valamikor a mama fiatal korában kikölcsönözte a könyvtárból. Bele volt a könyvtárból, gondolom a könyvtárnak a bélyegzője. Igen. Tehát az édesanyád hogy kölcsönöz ki egy olyan könyvet, ami 100 éve van nálad? Tehát akkor... Hát nem, te már 70 éves vagy, a mama... Mama már meghalt 20 éve, igen, 110 évet, és akkor kijön a 100 éve, ott van nálad a könyv. Hát nehezen rakható össze. Nem volt egyszerű, de összehozták azért. A matematikai egyenlet azért föl kéne írni, hogy akkor x egyenlő 65, mennyi az y, vagy ez hogy jön össze, mert azért anyádnál találni egy 100 éve kikölcsönzött könyvet, akkor te is hát nagyon lehet, idős vagy. Ő anyukája is kölcsönözte. Vagy lehet, hogy már a nagybuter is kölcsönözte. És már az anyukájának is jelezték, hogy jó lenne, hogyha meghosszabbítanák, vagy kifizetnék az eddigi kölcsönzési díjat. Az a baj, tudod, hogy cikibe vagy, ha nem viszed vissza. És egyre halogatod a dolgot, de egyre kellemetlenebb lesz. Nekem van olyan könyvem, amely az új kígyósi könyvtárból származik, 1978-ban éreltük ki szerintem. Na. És akkor tudod, már most az olyan ciki visszavinni. Amikor például a kedvenc könyveidet így lapozgatod, vagy így leemelsz egyet a könyv, és így az első oldalon látod, hogy basszus, ez könyvtári, és nem vitted vissza. Tényleg, nekem is van egy-kettő ilyen. Jaj, de szerettem, így belelapoztam, és akkor jöttem rá, hogy atya úristen. De akkor az már maradjon. Tehát az már akkor mindegy. Hát, az nem? Már nem hiány, már könyvtár sincs, persze. Igen, már könyvtár sincs meg. Már a könyvtár sincs. Nekünk úgy szokott lenni, hogy mindig ilyen pár évente szólok Móninak, hogy ugyanhozzá már vissza azokat, vagy kérje már vissza azokat a könyveket, amiknek a helyén kis cetli van bent a könyvespolcunkon. Mert hogy mindig azt szoktuk csinálni, hogy berakunk egy cetlit. Ha valaki kölcsönkér egy könyvet, akkor benn van egy cetli helyette. Ja, ez valószínűleg ez a könyvtáros múltunkból fakad, hogy ezt így jegyezzük, és akkor így benn van. És akkor mindig szoktam neki szólni, soha nem kerül össze, még most is tudom, egyébként vannak ilyen izét. A Sors, mint esély című könyvet például még mindig nem kaptuk vissza. Tudod, kinél van? Móni tudja. Meg leszel jegyezve, nem ha nem megmondani. Én utálok, például könyvet nem is adok nagyon kölcsön. Nagyon utálom. Tehát a kedvenc könyveimet, ami nekem sokat jelentett, vagy szerettem, nagyon kevés embernek. Tudod, hogy nem kapod vissza, nem adja vissza. Neked az egy fontos könyv. Tehát, hogy én mondtam, hogy volt egy kölcsönkértés, hogy figyelj, mert inkább megveszem neked. Igen. Megveszem neked, megkapod, egy-két napot adjál, és ott lesz a könyv nálad, de ne kért kölcsön, mert nem fogod visszaadni. Mert az osztolás a buklányba értem, már meg is valad. Minden megkapsz, csak ne ilyen. Na írjatok, drága hallgatók, jó? Tehát, hogy akiknek kölcsön adtatok valamit névvel, feltétlenül, tehát mi most elviszük az üzenetet. Átadjuk az üzenetet. Jó? Írjátok meg, hogy Pista. 3 éve. Igen. Jó? Én nem felejtettem el. Nem azért, mert magára ismert. Még csak nem is azért, mert valószínűleg vissza fogja adni. De legalább terápiás jelleggel írjátok ki magatokból. Jó? Hogy embermagasságú a gaz, ha érted, mire célzom. És az a fűnyíró, az enyémé, nem a tiédé. Hány éve? Hogy hívják az illetőt? Egy keresztnévnek bőven elég arról. Úgy beazonosítani, és hogy mit hozzon vissza. Jó? Mindent. Ebbe lehet könyv, locsoló, lobszívó, késkészlet, és a büdösedben nem kaptad vissza. Ez azért szemét dolog, mert amíg kölcsön kérted, addig neked ő úgy nagyon fontos volt, de visszaadni már nem az olyan szemét dolog. Bizony, nem? Hogy és a barátságra is rámegy, ha belegondoltok, vagy ha nem is barátság. Hát a könyv talán nem, de mondjuk ló végem. De szerintem az is, mert hogy nem adod vissza, és akkor elkezdesz sunnyogni akitől kölcsönkérted azzal kapcsolatosan. kevesebbszer hívod, nem mész már át hozzá, nem köszöntöd, nem beszélsz vele, hiszen érzed, hogy ég a talaj a lábad alatt, ugye, hogy nem vitted vissza, lehet, hogy elromlott, persze, lehet, hogy elvesztetted, vagy akármicsoda, és a kapcsolatra rányomja a bélyegét. Vagy csak szól, és azt mondta, hogy jó, majd hozom, és leszarod. Oké, persze, hozom, nem? De az is a kapcsolat. És nem hozod, és nem hozod, és nem adod, valamilyen. De az a típusú kölcsönadó is van, aki már a sajátjának gondolja. Igen. Tehát, hogy irigy visszaadni. Hogy nincs rá szükséged. Meg akar győzni, hogy nincs rá szükséged, mert az neki is kell, érted? Tehát, hogy van az a kölcsönkérő, aki viszont akarod kérni a fűnyíromat. Az nem a fűnyírod, az én fűnyírom, én adtam neked kölcsön. Dehogy is. Vagy nem emlékszik rá, vagy a sajátjaként kezeli. Az a legrosszabb kölcsönkérő, aki utána úgy csinál, mintha az a sajátja lenne. Nekem a barátnőm hát megvacsorázott konkrétan az egyik legkedvesebb könyvemen. Úgy adta vissza, hogy tiszta zsírfolt. Mondta, hogy hozzáért a vajhoz. Na most az amerikai tragédia az egyik kedvenc könyvem, Theodor Dreisertől, és úgy adta vissza, hogy hát mit tudom én, a 20 oldalon átmegy a zsírfolt. Tehát ráesett egy kis vaj. Becsukta a könyvet. És ott az éljen járvány. Hát sorry, most, de hát ez csak egy könyv. Hát... mondtam, hogy ez igaz, csak hát na. Meg a sorozatot például, van a francia históriák sorozat, abból soha az életben nem kaptam vissza azt a darabot, és úgy tudtam megvenni antikváriumba, hogy már nem a sorozatnak a tagja, egy teljesen más kiadás. De semmi baj, hát van ilyen, nem adta vissza. Figyelj, a nálunk például van ilyen, van egy gyönyörű Herman Hesse sorozatunk, csodaszép, és amúgy is imádjuk mind a ketten Mónival. Mi pont azt csináljuk, amit a Balázs is mondott, hogy tudod, hogy de jó, de azt mondja, jaj, üveggyöngyjáték kölcsönadott? Nem. Nem, inkább megveszem neked, mert biztos vagyok benne, hogy úgy fogja, hogy az egész totál retek lesz, hogy összefogdossa, hogy lezsírozza, hogy leszi, hogy nem adja vissza, hogy tudod, tele lesz benne morzsákkal, meg nem tudom mire. Nem. Nem, én sem adom oda. Nem, mert nem kapod vissza, tényleg. Már csak 7 hónap karácsony, majd megvesztük neked. Egyébként azért a könyv azért, hogy az egy személyes dolog. Tehát az neked az élményed fűződik. Tehát azt én nem szeretek kölcsönkérni. Azt mondja, jó könyv, oké, mondd meg, megveszem, elolvasom. De nem jó, mert tudod, hogy az egy ilyen intim dolog. Tehát az neki személyes. Bár pont valaki rajtam kölcsönkér, most visszakér egy könyvet. Egy Eckhart Tolle könyvet kér valaki, hogy én nálam van. De tagadsz. Nem, most visszaértem neki, hogy melyiket mikor mondja meg, azonosítsa be magát. Ki ő, miért? Magán? Igen, Rita írta, hogy a Sebestyén Balázs az Eckhart Tolle könyvem. Nem is emlékszem. Mondd meg mikor, melyiket, hogyan, hova. Lehet, hogy felkutatom, simán lehet, hogy nálam is van, csak szóljál, és akkor visszaadom. És ő csak az egyik, aki írt. Igen. És most úgy látom, hogy sokan írnak. Ja, Istenem, gyerekek, fú, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jönnek az SMS-ek. Ebben ugye minden benne van, tehát nem csak könyv, ebben bármi lehet. Jó, tehát akár a pénz is, meg minden, ami beletartozik hát ebbe a kategóriában. Hát, és az a jó, amikor elfelejtett, hogy tőle kértett kölcsön, itt az SMS, Svédországból a nagybátyám hazaköltözött, és elkérte a hilti ütvefúrót, ez 6 éve volt, nem szóltam semmit, mostanában dicsekszik vele, hogy milyen jó ütvefúrója van. Mondom, van ez a típus. Van ez a típus, aki elfelejti, és aztán letagadja. És azt mondja, hogy nem. Az az enyém. És aztán nem hiszed el, hogy ez oké, haver, rendben van, akkor legyen a tiéd. Akkor volt egy furó készlet. Mondja, és így után te is egy picit elbizonytalanodsz, hogy most kettő közül vagy ki a demens? Vagy én? Igen. H. Krista. 1989-ben kölcsönadtam a Lárpurlár kazimat. Azután azt mondta, nem is. Hozd vissza. 89. Igen. Viktor, 200 000 forint volt 3 éve. Remélem szerinted is az már 300 000. De hát 3 évig nem kaptad vissza, ne reménykedj. Az már nem fog visszajönni, az nincs. Tibi, te szomszéd. Oldalcsípőfogó, aksi töltő, létre 5 év, 2 hónap. Jó, tehát ezeket is jól lenne visszazni. Tomi, hozz vissza a Commodore 64-emet, és a Star Wars társasjátékomat. 30 éve van nálad. Az a mindenségét neki, azért az is kemény. Laci, szerintem a 20 éves osztálytalálkozunk remek alkalom arra, hogy visszahozza a Watchmen könyve második kötetét. Azt a mindenit. Buta, hol van a súlyzókészlet, amit 2 éve vittél el gyúrni? Azóta se gyúrsz, írja valaki. Nem tudom, hogy ez kinek szól. A Flash, hozd vissza a Depeche Mode könyvemet, léci. A haverom a kocsiját adta kölcsön egy gyerekkori barátjának, soha többé nem látta viszont, ugyanis a barát még aznap este beadta a vecsési autóbontóba 30 000 forintért. De jó, az milyen? Kölcsön a Verdát. Igen, Gabi, rohadjál meg, hol az imbuszkészlet? Ja, Istenem. A keresztapám Zoli 15 éve kölcsönkérte a légpuskámat, kornél voltam, azóta se kaptam vissza. Káma Sutra könyvet keres valaki nagyon. Egyszer kölcsönadtam egy könyvet, pár hónappal később egy antikváriumba került a kezembe. Mivel bele volt írva a nevem és a címem, ezért rendes volt ez eladó, mert a kiírt ár feléért visszavásároltam. Az milyen, hogy elviszed egy antikváriumba, beadod? Kölcsönkéred, majd beadod az antikváriumba? Nem áll. Már nem emlékeztél rá, hogy az kölcsön, azt hitted a tiéd, nem kellettek a könyvek. Rá egy hétre. Rá egy hétre benyomod az adat. Jó. Hát rövid távú memória. Igen. Aranyhal. Igen. Hallott csávás, hozd már vissza az alsógatyám, léci, 1 éve hordott, tegyem a szemedre. Csávás nem akarja visszahozni. Ferinek kb. 22 éve adtam kölcsön a második világháborús könyvemet. Remélem már kiolvastad, nem tudom, ez te vagy-e. Csak annyi, hogy Ferinek, várom vissza, más Feri is van, de Ferinek van címeze. Olvastál második világháborús könyvet valaha? 20 éve. Olvasni se tudtam akkor. Nem én vagyok. Azt mondja, hogy... igen. Azt mondja, hogy Bali, létszés, add vissza az anális kényeztetés rejtelmei című könyvemet. Pisti, hozom. Igen, még van belőle néhány oldal. Még nem végeztem belőle teljesen én. Azt, hogy Tosz Zoltán Karcagon 87-ben elkérted a rakéta nyakú műszálas ingemet szombat estére. Megtarthatod, meghíztam azóta. Rakéta nyakú műszálas. Megtarthatod, meghíztam azóta. 4 éve nagynyomású mosómat kérte kölcsön a Pali, a sógorom Krisztián a fűnyíromat 5 éve kérte el egy napra. Múltkor mondta, hogy elromlott, nem tudok kölcsönadni egy másikat. Az milyen? Igen. Kölcsönadtam a főiskolai csoportásomnak 40 000 forintot tandíjra, hamarabb lett diplomája, mint nekem, azóta se adta meg. Gyerekek, azért ez mennyi ilyen embernek nem fontos ezeket visszaadni, nem? Azt mondja, hogy 15 éve valakitől kölcsön kaptam 4 Harry Potter kemény borítású kötetet, visszaadnám, de nem tudom, ki adta kölcsön. Kérem az ismerőseimet, akinek hiányoznak ezek, hogy jelentkezzen most. Bocsánat, kérdésül, meghívom egy kávéra. Tina küldte nekünk Erdélyből. Köszönjük szépen. Peti, most már ne add vissza az asszonyt. 5 éve hívtad át, hogy segítsen főzni. Azóta nálad van. Igen, az asszony kölcsön adni, az nem túl szerencsés, igen. Azt mondja, hogy soha semmilyen körülmények között nem adok kölcsön, pont ezért, amit az életben láttam. Anita írja nekünk. Tényleg igaz, nincs vitatkozás, hanem ott szóra semmi. Ezt tök egyébként. Szóval egy mondás szerint, ha valakivel nem szeretnél beszélni, adj neki kölcsön. Hát ja, ez egy jó megoldás. Ez egy jó megoldás, igen. Azt mondja, hogy régebben kölcsönadtam egy könyvet az egyik barátomnak, pár hét múlva mentünk hozzájuk vendégségre, kérdeztem, hogy kiolvastad már a könyvet? Levette a polcról, és már bele volt írva a neve. Azóta nem adok kölcsönkönyvet. Az mi, hogy beleírja, nem? Milyen? Hát ez az én könyvem, hát bele van írva a nevem. Hát ezt nézzek, Kovács József. Hát most tudsz olvasni, ugye? Márk, add vissza a 15 éve kölcsönadott BMX-em. Ja, hogy eladtad. Köszi. Erika tartozik 10 éve 400 000-rel. Ne hozz vissza, vegyél belőle gerincet. 400 000-re 10 éve. És nem adja meg. A legrohadékabb dolog. Ő elfelejtette ezt, vajon? Pénzt kölcsön kérni és nem visszaadni. Ez egy olyan szemét egy dolog. Robi Korból 25 éve nem több kölcsön adtam, mert Ricky Martin kazettám. Még hallgatnám. Légy szíves, utasd vissza. Igen. Ide figyelj, Lőrinc, jó lenne legalább a keszthelyi helikont visszaadnád. De hülyék már. Soha nem kapott vissza. Igen. Törődj bele. Nálam van a szomszéd létrái ideje. Bármikor kölcsön adnám neki, ha kell. A gyerekek. Sokan szenvednek ebben. Srácok, nem az a hibás, aki évekig nem megy a cuccai után, kérdezi valaki. Nem, hát nem. Na persze. A klasszikus áldozati veszély. A klasszik áldozati veszély. Teljesen klasszik, jó, persze. Nem, hát még mentél, csak mindig leráztak, igen, mindig lefolytak. Jaj, nem? Még kell, még szükségem van rá, majd a jövő héten átviszem. Igen. Hát, hány ilyet hallottál? Aztán azt mondja, hogy jaj, és idő után nyilván feladott. Persze. Igen, ez teljesen ilyen. De legtöbb egyébként az könyv, gyerekek. Igen. Tehát a legtöbb az könyv, ilyen érdekes. Akkor olvas a magyar lakosság azért, vagy 10 évvel ezelőtt sokat olvasott. Vagy billegett a konyhasztal. Vagy billegett, de hogy nagyon sokan a könyvet írek. Az a sláger. Az a slágertermék. Hát, pénz, szerintem igen, pénzkönyv. Igen, ezek mennek a leginkább. Itt kerekesszéket is ír valaki, hogy az édesapja kerekesszékét azt... Igen, hát ugye a papa addig mit csinált? Apukám kerekesszékét több mint másfél éve nem kaptam vissza, ígéretet kapok, én jó szívvel adtam, hogy segítsek. Sajnos használni már nem tudták, mert a bácsi meghalt, de ettől függetlenül a mai napig nem kaptam. Jézusom, de morbid. Az egész történet egy picit így. Na, hát. Igen. Add vissza a pókerzsaton készletemet, valaki ezt kéri. Drága kisösem, 11 éve kérted folyton a ruháimat a diszkóba. Azóta se kaptam vissza. A diszkóba. A magányugdíj megtakarításomat szeretném visszakapni. Lassan szükségem lenne rá, Gyurték küldte nekünk. A Gyurcikám, benn van a közösbe, arra kell gondolni. Nem? Nincs az, jó helyen van, benn van a közösbe. Hallod, Laci? Remélem a gyógyszereidet hordod a Northface övtáskában, amit hozzátál vele külföldről 5 éve, és azóta se fizetett ki. Hallod, Laci? Rohadjál meg a Northface övtáskát. Remélem a gyógyszereit hordod. Hordjál benne nagyon sok gyógyszert, Laci. Igen, és ne legyen elég sose. Igen, na jó van, gyerekek, köszönjük szépen az SMS-eket, nagyon, nagyon durva. Slágertém. Ilyenkor nem is bírunk jelölni, annyi jön. Ne, hát, ilyen félelmetes mennyiségű SMS jön. Na, a hírek után egy kicsit kikapcsolunk? Külkapcsolás történik? Ha minden igaz? Igen, fenéken harapott egy férfit egy medve Erdélyben. És hívjuk a medvét. Aki elbrummogja nekünk, hogy mi történt. Fölhívjuk a Barót polgármesterét, ugye hát ez egy erdélyi kis település, hogy meséljen a Barótot ellepő medve invázióról, gyerekek. És hogy miért segre mennek. Kitekintünk egy kicsit Erdélyben, mi történik a medve inváziónál. Szeretem az ilyen kapcsolásokat. Így van, az már nem egy szimpla kis erotikus töltető játszadozás a pároddal este, amikor egy medve segre hal. Igen, jövünk mindjárt 7:30 pontosan. Elég is volt ennyi belőle. 3-4-8 lesz pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, srácok. Hello, bello. Na látjátok, hello. Nem én vagyok a Hello Bello, a Feri Hello Bello. Kérdezik hello tőlem, bello. Hogy honnan ragadt rám a Hello Bello, és nem tudtam megválaszolni, én most jöttem rá, hogy tőlem. Rólad ragadt rám a Hello Bello. Tőlem ment át róla? Hát persze, te kezdtél Hello Bellozni. Hú, azt ne, akkor szóljatok, minden Hello Bellónál szóljatok, jó? Ez őrületesen kellemetlen. Annál is inkább, mert ugye ez egy Kulabácsi klasszikus a South Parkból. Kulabácsi. Hello Bello! Kulabácsi az ünnepi kaki. Azt mondja, hogy aki megtervezte az M3-as vezetőt 4 sávról 2-re, majd 3-ra, megint 2-re, majd 3-ra, végén 2-re szűkül, az húznám karóba. Na, milyen barátságosak vagytok ma egymással. Ma így korán reggel. Igen, maradj barátságos kedd. Igen, nagyon barátságos kedd. Na gyerekek, egy kis erdélyi körkapcsolásunk? Hajrá. Milyen időnk lesz? 10 fok, 10-12, hol esik, hol nem. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Oké, szóval mert hogy Erdélyben van egy ilyen kis falucska, ugye, és hát a városocska, mondjuk így inkább, falucska, városocska, településecske. Mm-hmm. Így van, meg ne sértődjön ott senki. Meg ne sértődjön ott, ahhoz feléke harapott egy férfit a medve. Basztor, hát mi történik ezzel a baróti járásban? Nincs életveszélyes állapotban. Ugye nem lehet kilőni a medvéket, ott az van tulajdonképpen, hogy ott mind, de ezek meg csúnyán elszaporodtak. Na jó, hát igen. Csak sokan lett, állnak a buszmegállóba, fekszenek a kocsmába, előtt rájárnak a kajára, látják a képeket, felfoghatatlanul szemtelenek egyébként. Ott állnak, ácsorognak, cigiznek, iszak egymás után az energiaitalokat, persze, hát szemetelnek. Igen, tehát hogy ez így tényleg nagyon Izgalmas, és nem tök menő lehet, hogy állsz egy erdélyi buszba, és jön egy arra jön egy. Hát, annyira nem. Innen messziről igen. Tehát Budapestről a Békés stúdióból ez nagyon menő. Hát biztos, hogy összecsinálnám magam, ha egyszer csak ott azt gondolnád, hogy valaki még felszáll a buszra, de nem azért jött. Most láttam valamelyik egy videót, egy kisfiúnak a születésnapján történt, ez nem egy erdélyi történet alapvetően, szerintem valahol Amerikában történt, és egy ilyen kodiák medve odament az asztalukhoz, és elkezdte enni a gyereknek a születésnapi tortáját. És így lefagytak, mindenki így ült, nem mertek semmit, ott ültek, persze. Ott ült a mama, ott ült a gyerek, mellette, hogy hívják, nem tudom, keresztanyú, akármi, és akkor jött a medve, fölmászott az asztalra, és elkezdett így falatozni. És nem mondod neki, hogy hé, bundás! Benyomott néhány tortillát, utána a gyereknek a szülinapi tortáját kezdte el enni, és ők meg így ültek, így lefagyva, senki nem mert semmit csinálni. Nagyon jó. Aztán az egyik, aki egyébként levideózta, tehát volt egy lélekjelenete, megfogott valami kaját, és eldobta jó messzire, és akkor a medve lemászott az asztalról, és elment. Azért összeszarod magadod, no. Hogy elosztomba, hogy sátrozgatsz, és két... Igen, és megőzd egy-két. De mekkorák ezek? Azért nagyobbak is tudnak lenni. Az erdély. Nyilván nem mindegy, hogy hol él. Brutális. De brutális méretük vannak. Mi egy medves úgy 200-300 kiló? Hát szerintem még több is. Simán van több. És baromi gyorsak, ja. Tudod, gyorsan futnak, jól szaglások, és soha nem mész. Jól másznak fára, tehát ha akar, akkor csúnyán. Akkor az a durva egyébként, hogy sziklára is másznak, tehát hogy nem csak fára. Amikor kim voltunk és forgattunk, volt egy ferrátáztunk, volt egy ilyen, nem tudom, vándorsolyon via ferráta, és azt mondta a srác, a vezető, mondta, hogy ideig egyébként, tőlem meg kezdtünk kifulladni, és akkor így mondja, hogy ideig még a medve is feljön. Mondom, ne szórakozzál már. Dehogy nem. Valamikor följön idáig, mert hogyha csak ott talál magának kaját, egyszerűen felmászik. És mondom, hogy megy le? Szóval seggén. Simán lecsúszik. Iszonyat jó arcok egyébként. Megy ő is? Ja, hát nem. És képzeljétek el, hogy láttam egy futó medvét hegynek fölfelé. Ez most nagyon komoly, ez nem sztori volt, láttam. Ahogy hegynek fölfelé egy ilyen, figyelj, elképesztő dörrészű oldal, és kerázott így föl. Tudod, észrevett minket a másik oldalon, hogy bókláztunk, és valahogy veszélyt érzett, és elkezdett fölfelé rohanni. Úgy szaladt hegynek fölfelé, hogy valami félelmetes, tehát hogy úgy nem tudsz. Tehát, hogy lefelé sem ment volna nekünk ennyire. Nem tudsz előle meglógni. Nagyon gyorsan. Persze. Nem jó, hogy kiúszod a gyufát egy medvénél. Na, itt van Barót polgármestere, Benedek Huszár János, ha minden igaz. Polgármester úr, hát jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket és a rádió hallgatókat. Jó reggelt, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre. Köszönjük szépen, polgármester. De mi a helyzet? Elszaporodtak arra felé a medvék? Egy kicsit úgy néz ki, túlsúlyban vannak? Nagyon elszaporodtak. Egyfajta vadrezervátumnak tekintik Romániát az unión belül, és hát mindenfajta törvényekkel arra kényszerítik, hogy minél nagyobb legyen a medveállomány, miközben ez már a szakemberek szerint 3-szorosa az optimálisnak. De most ugye nem is lehet nagyon őket kilőni, ugye jól tudjuk, hogy igazából nem lehet lelőni a medvét, tehát bármennyien vannak, nem szabad bántani őket. Sajnos nem, tehát 2015 körül volt egy technokrata kormány, és annak a környezetvédelmi minisztere nagyon szigorú szabályozást vezetett be. Gyakorlatilag azóta nincs állományszabályozó, meg trófeavadászat, és hát ebben a pillanatban az a bizonyos 3-szoros szám ennek a következménye. Úgy mondják, hogy 7500-8000 medve van az országban, például Kovászna megyében több mint 2000, és hát ez már kezelhetetlen, mert hát a házak mellett vannak. És mit jelent egyébként, ha egy medve így megtámad valakit, akkor arra lehet kapni ilyenkor kilövési engedélyt, vagy altató lövedékkel kell mondjuk levadászni és visszavinni valahova az erdőbe? Most van folyamatban ennek a kérdése, nem tudjuk, hogy mi lesz a megoldás, tehát általában azt preferálják, hogy altató lövedék, és akkor elvinni pár 10 kilométer távolságra. Ez ugyanakkor nem megoldás, mert hogy a medve feltalálja magát az új helyén is, és mivel túl vannak szaporodva, a természetes élőhelyükön nem tudnak megélni, és akkor behúzódnak a települések mellé. Addig, amíg van mezőgazdasági termény, addig kukoricásban vannak jellemzően, de hát most az évnek ebben az időszakában ezek nagyjából le vannak takarítva, és akkor húzódnak egyre inkább a házak mellé. Ez a szombati eset is a saját házától 20-30 méterre történt. Mit, megzavarta a medvét, vagy jött a medve be a házba, vagy mi történt? Nem, valószínűleg megzavarta, tehát egy bokros, bozótos rész van mellette, és kiengedte a gazda a lovat legelni, és indult utána, hogy hozza be. Valószínűleg a medve megpihenhetett, és valószínűleg váratlanul érte az ember feltűnése, és ilyenkor jellemzően támad a medve. Tehát nem akarja megölni az áldozatát, de neki rohan, két harapást ejtett rajta, és utána elszaladt. De hát ez a két harapás, ez egy nagyon csúnya kép. Ő megfordult akkor, vagy a medve kerülte meg őt? Mert hogy hallottuk, hogy ugye a tomporán érte a harapás. Megfordult, hiszen látta felemelkedni a medvét, rögtön megfordult, de hát medve elől elszaladni nem lehet. Hát az nem. Mennyivel fut egy ilyen medve körülbelül? Ezek nagyon gyors állatok. Mennyivel tud menni? Hát egy kilométer nem tudok mondani, de az átlag ember hiába próbál meg vele versenyezni, akár hegyre föl is nagyon gyorsan szalad. Szerintem 40-50 kilométeres sebességet is képes elírni akár. Visszatérő maciról van szó, hogy garázdálkodik ott az istálók meg a háza környékén, hogy egy bizonyos állatot keresünk? Igen, tehát nagyon sok a medve a mi környékünkön. Barót környékét Erdővidéknek hívják, egy nagyon szép név, és hát magába rejti a fogalom, hogy nagyon sok erdő van itt. Híres vadállománya is van, tehát például a kommunizmusban is a legszebb trófeák erdővidéki vadállomány közül kerültek ki. Nem csak belföldi kommunista vezetők, de külföldi vendégvadászok is kapitális zsákmányt ejtettek ki. Na most ezt nem szabad most már csinálni. Nagyon jó a vadtartó és a vadrejtő képessége a mi erdővidékünknek, viszont, mint mondtam, túlszaporodtak, és a mezőgazdasági termények betakarításával gyakorlatilag néznek egymásra, hogy akkor mit tegyünk, és akkor közel mennek. Az idén 23 kárbejelentésünk volt, ebből 5 haszonállatban tett kárt 18 terményekbe, és a jóváhagyott kártérítés értéke 8,5 millió forint. Haszonállatok azok kicsik vagy nagyok? Tehát mit én, ló, meg szarvasmarha is áldozatul esett? Bármi, tehát a kismaractól a kifejlett lóig vagy tehénig bármi. Egy medve számára ez nem akadály, nem probléma. Tehát kifejlett teheneket is ejtenek el a medvik. Hát most megnéztem, 60-70 km/h sebességgel is tud futni rövid távon. Hát az, és Ben Johnson legyen a talpán, aki azért elfut a medve előtt. 450 kilós súlyt is elérhet. Most képzeld már el a szitut. Akkor én alábecsültem, hogy tud szaladni. Én csak azt mondom, hogy közönséges ember nincs, amiért felvegye a versenyt, vele veszíteni fog. Hát jobb megállni, nem? Beletörődni. Persze. Mert emberézni vele, kiabálni. Van egy olyan mondás itt, ami 3 tételből áll, ezt elmondom, és előre bocsátom, hogy nincs semmi lenézés az emberi nemmel szembe. Azt mondják, hogy a sör nem ital, az az, hogy nem ember, a medve nem játék. Én itt az utolsóra helyezném a hangsúlyt, a medve nem játék. Medve elől elszaladni nem lehet, igazából csak a lélek jelenlét az, ami esetleg megmenti egy ilyen hirtelen találkozáskor az embert a medvétől. De valamilyen medveriasztó, az jó, ha van az embernél, vagy semmit egy nem jó. Ér? Igen, tehát nyilván árulnak medveriasztó spréket, és ezeket van, aki használta is, általában sikerrel, viszont olyan is volt, hogy éppen a lesprézett medve még inkább megvadult, és rátámadt az ember, és el is érte. Na, azt a mindenségét neki. Az fontos dolog, hogyha az ember kimegy ugye a lakott településről, akkor megfelelő óvintézkedéseket megtegye. Ugye tudjuk, hogy nagyon jó a szaglása például a medvének, hogy arra önök odafigyelnek, ha kimennek a településről, hogy a szél, a szó. Arra gondol a Feri, hogyha mondjuk én sétálok valahol, és jön egy medve, és nagy szél van, és én megérzi az illatomat, akkor valami történik, hogy felrepül a levegő, az ugye, vagy mozgál, a szél elhozza, akkor a medve észreveszi, hogy ott vagyok, vagy megérzi? Tehát egy dolog biztos, a medve nem vadászik az emberre. Tehát a medve fél az embertől, és amikor ezt megteheti, akkor távol is marad tőle. Hogyha megérzi az embernek a közeletét, és ezért jó zajt csapni, nem kell végig kiabálni az egész erdőt, de érezhetővé kell tenni, hogy ott ember jár, akkor medve észreveszi és elmegy. Viszont vannak olyan helyzetek, amikor mégis rátámad. Például, amikor bocsai vannak, főleg, hogyha kis bocsok, és nem veszi idejébe észre az embert, akkor a bocsok védelmében támad. Ez evidens. Hogyha pedig elfeledkezik, elszunjon a medve. Sokszor van, hogy belakik, aztán lefekszik, mindegy, akár a délben is, egyet szundít. Nem veszi észre időbe, csak akkor, amikor már olyan közel van, hogy a legjobb védekezés a támadás elve alapján megtámadja. Vagy hogyha egy zsákmányt ejtett el, és annak a védelmében megtámadja azt az embert, aki arra megy. Mondjuk leütött egy lovat, és az ember gyanútlanul, nem tudva ezt arra felemegy, a zsákmány védelmében megtámadhatja. A gond az, hogy Székelyföldön a hagyományos túrázás és a hagyományos gombászás, erdei gyümölcsgyűjtés, málna eprészés, ez kezdett nagyon visszaszorulni, és két okból. Az egyik magának a medvének a jelenléte, hiszen nem bátorságos kimenni, főleg a település közeli erdőkbe, ahol több a medve mondjuk, mint az ős rengetegben fent a gerincen, a medve miatt. A másik pedig, hogy mivel vannak állatállományok, tehát juhseregek, birkanyájak, csordák, ezért a medve elleni védekezésért sokkal több és nagyobb testű, és mostanában már agresszív fajtájú kutyákat is alkalmaznak a juhászok. Tehát közép-ázsiai juhász, vagy pedig kangál, amelyek nagy testű, erős kutyák, nem a régi pásztor kutyák mentalitásával. És ezért a turázás két felül van ellehetetlenítve, egyrészt a vadállat és a medve miatt nem mernek kimenni, másrészt pedig a megszaporodott kutyák miatt, ami egyik-másiknak a következménye. Ez kemény, hogy nem tudsz elmenni túrázni, hogy most bringázgatsz, sétálsz, és aztán nem megyek ki az erdőbe 5 kilométerre a várostól, mert ott tele van medvével az erdő, nem, azért nem mész nyugodtan. 500 méterre. 500 méterre tele van medvével, ez egészen elképesztő. Mi a helyzet egyébként Baróton polgármesterről? Rendben megy az élet, minden oké? Okay. Hát, hogy rendben volna, azt nem merjük kijelenteni, az túl merész lenne, de dolgozunk minden nap azon, hogy egyre jobb és jobb legyen. Mekkora település ez, körülbelül hányan élnek Baróton? Kis településről beszélek, Erdővidékről beszéltem az előbb, ez egy elég zárt kismedence, itt 19 településen 24 000 ember él, 6 közigazgatási egységbe szervezve, és ebből a 6-ból egyetlen kisváros van, Barót, amely hozzátartozó 5 településsel együtt 8000 embernek ad otthont. És lassan mindenkire jut egy medve, akkor ezek szerint tulajdonképpen minden lakosra már jut egy medve. Túlzás, de most már falvanként több 10 medve van, úgyhogy ez már kezdett nagyon elfajulni. Tűrhetetlen, hiszen nem lehet bátorságosan kimenni. A gyerekek régen, akik a falu mellett mezőn az erdőben játszottak, azokat már egyáltalán nem tudjuk erre biztatni, sőt, nem menjen ki. Túrázni, gombászni nem lehet, a biciklis túrázás is visszaszorulóban van, tehát az emberek a medvék és a kutyák miatt beszorultak a településekre. És ez azért is nagyon szomorú, mert a közelében van amúgy a településnek, Barótnak például a Vargyas, ami egy gyönyörű szép hely. És csak jelzem, hogy ott történt egyébként ez, amikor medvét láttunk felfele futni a hegyoldalon, tehát hogy a Vargyas az nagyon szép. Gyönyörű szép, tehát természeti látnivalók közül a Vargyas szoros a legszebb, ami Erdővidéken látható. De most nyilván, mivel nagyon frekventált hely a turisták részéről, ezért ott a medvék már eleve tartanak, és ha oda is mennek, elég nagy a turista forgalom, respektálják. Inkább a probléma az egyedül magányosan kószáló, pásztoremberrel, gombászó emberrel, állatait legeltető emberrel van baj. Polgármester úr, hát rukkolunk, hogy megoldódjon. Csak erre felkaptuk a fejünket, hogy feneken harapott egy férfit a medve, úgyhogy ezért telefonáltunk, de jó egészséget kívánunk, és csókoltatjuk a barótiakat. Köszönöm szépen, a megoldás az lenne, hogyha a vadásztársaságoknak visszaadnák a jogot, hogy szabályozzák az állományt. Az a gond, hogy olyan nyugat-európai országok próbálják kioktatni Romániát és korlátozni a vadgazdálkodást, akik már évszázadok óta kiirtották az összes medvéjüket a területükön, és akkor most meg akarják mondani, hogy itt hogy kellene csinálni. Hát adjunk nekik medvét, vigyük át oda. Vigyünk egy párat, és akkor majd meggondolják magukat. Igen. A védelmi miniszter, Táncos Barna miniszter úr fel is ajánlotta több országnak, hogy adunk medvét, de hát a nagyon sok problémájukra hivatkozva ezt visszautasították, ezt az ajánlatot. Polgármester úr, köszönjük szépen, jó egészséget! Köszönjük! Jó egészséget, további szép napot! Köszönjük, viszont jó reggelt! Huszár János Barót polgármester olyan jó ízesen beszél, nem? Jó hallani. Nagyon. Ez milyen durva, hogy kimész 100 méterre, hát nem tudom, a várostól nem tudsz fölmenni sétálni egyet az erdőben. Azt mondjuk, nem ennyi, meg tele van medvével. Nem szerencsés, nem? Tehát, hát meg most már valami hallott, hogy mehetsz ki a házadból, érted, mert a szemetes kukához például bejön a medve. Igen. És így röhögsz rajta, nekem is van onnan, pont mondom a környékről, a Vargyas szorosból olyan képen, hogy állok egy tábla mellett, így mosolyog, hogy mennyire vicces, hogy rajta van egyébként a medveveszély és a mérges kígyóveszély. És ketten nézitek a táblát, te és a medve. És már nem emlékszem, ki csinálta a képet. Igen. Ez nagyon kemény. De bejönnek a buszmegállóba, sétálgatnak, mennek a város utcái hajnalba. Tehát azért ez itt tényleg durva lehet, hogy mész ki az Istállóba, és hallod, hogy valami nagyon brummog, és tudod, hogy valószínűleg benn van egy mérve. Nem? Tehát ami szétkap egy lovat, leüt egy tehenet. Tehát hogy azért ez nem játék. Azért ez nem játék ebben a formában. Na, jövünk mindjárt. 3 perc, 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, srácok! Gina medve! Sziasztok. Hol? Itt van? Ja, nem ő, Jani. Itt a medve. Jön a medve. Kis apró piceket, medvicske. A kis medve se vicces. Na, ja. Hát meg, ha kis medve van, akkor nagy medvének is kell lennie. Igen. A kis medve, nagy medve, gyerekek, minden van. De aranyos volt a Polgi nagyon. Nem? Nagyon jó fej, nagyon. Hát ők egészen elképesztőek. Igen. Nagyon-nagyon jó arcok. És hogyha tényleg ki akarsz menni, meg medvéket akarsz nézni, és nem a főutcán, ahogy mit tudom én, szemeteseket fosztogatnak, hanem tényleg ott az igazi élő közegükben, az életterükben, ahogy élnek, ahogy mozognak, ahogy a bocsaikat elegetik, stb. Arra is megvan a lehetőség, mert vannak kint olyan emberek, akik nagyon értenek a témához, és akkor el lehet velük menni, és hát biztonságos körülmények között azért meg lehet őket figyelni. De te mész elől, mi? Ja. Menjen csak, drága vendég, menjen csak előre. Úgyhogy fantasztikus dolgokat lehet egyébként róluk megtudni. És hogyha még közben hogy a környezetre is odafigyelsz, meg minden másra, hát tehát, hogy így, atya úristen, igen. Ez csodálatos élmény tud lenni. Igen. Nagyon, nagyon szép hely. Abszolút, igen. Azt nézem gyorsan közben, csak azért hallgattam, hogy van-e valami friss, amit közben mondani tudunk. Nagy Kátán a vasúti átjáró lámpja nem működik, óvatosan az itt közlekedőknek. János küldte nekünk, köszönjük szépen. 063 111 111 az SMS számunk. Na, mi pedig egy érdekes témával foglalkozunk. Lejött most nem olyan régen az Indexen egy cikk, ami arról szól, hogy a telefonunk nem csak, hogy lehallgat bennünket, hanem a helyzetednél sokkal ijesztőbb. Ugye elterjedt az a pletyka, írja a cikk, hogy a mobiltelefonunk ugye hallgatja a mi mondatainkat, beszélgetéseinket, és a különböző applikációk, meg a különböző közösségi oldalak, meg a különböző algoritmusok figyelik ezeket a beszélgetéseket, és ha te kimondod, hogy láncfűrész. Láncfűrész, vagy morzsaporszívó, vagy Balaton. Análintruder. Vagy igen, akkor ezeket elkezdi neked. Azt hiszem, hogy ne untas. Mondj valamit meglepőt. Igen. Ez a cikk ez azt boncolgatja egyébként, hogy lehet, hogy a telefon is lehallgathat, de hogy sokkal borzasztóbb a történet, mert hogy nem csak azt nézik, vagy azt figyelik, hogy te miről beszélgetsz, és hogy beszélgetsz, hanem a hely meghatározásod alapján még sokkal több információt küldenek rólad, és gyűjt össze a telefonod rólad, mint amit te gondolnál. Az, hogy hol vagyok. Hát, hogy hol vagy, milyen üzletekben vagy, mit csinálsz, kivel töltöd az idődet, annak mik a preferenciáid, neked mik a preferenciáid, igen. Tehát, hogy borzasztó nagy adatgyűjtés zajlik rólunk, hát erről ezt már tudtuk, ugye, hogy baromi kiszámíthatóak vagyunk nekik, tulajdonképpen tudják, hogy mit nézel, mire keresel rá, mi érdekel, mit hallgatsz, mit akarsz venni, mi foglalkoztatsz, mindent valójában. És ezt hol tárolják ezt az irgalmatlan mennyiségű adatot? Felhőbe, öcsém. Ki kell húzni azt a konnektorból. És akkor már megszűnik az információ. A vírus, de tényleg egyébként félelmetes, hogy gyakorlatilag profiloznak. Minden egyes emberről, akinek van egy mobiltelefonja, és bármilyen szinten használja ezt, mondjuk az interneten egy-egy keresés van, már pedig mindenkinek van, mindenki használja, és akinek nem volt eddig, vagy nincsen még jelenleg, az is szeretne majd a jövőben egy ilyet. Tehát gyakorlatilag mindenkiről mindent fognak tudni. De ha megfigyelném magunkat, én inkább azt nézném, hogy miről beszélsz, miket nézel a neten, mint az, hogy hol vagy. Most az neki miért információ? Azt mondja, hogy azt mondja, ez a cikk baromi érdekes, mert hogy azt nézi, hogyha téged eladnak, mint adat, akkor azt nézik, hogy ezek a hirdetők a te névtelen identitásodat összehasonlítják azokkal az identitásokkal, akikkel te sokat lógsz, vagy vagy együtt, és házastársal, baráttal, hogy megjósolják a te vásárlási érdeklődésedet. Tehát, ha te még nem is gyúrsz, és nem is fogyasztasz mondjuk fehérje porokat, de sok olyannal lóksz, aki ott közben már tudják róla, hogy gyúr és fehérje porokat fogyaszt, akkor lehet, hogy azt neked is az érdeklődésedbe tudják terelni, ezért azt is nézik, hogy kivel töltesz el időt, és hol töltöd el ezt az időt, milyen barátokkal, milyen házastársal, hol, kivel, miről kommunikálsz, és kivel milyen kapcsolatban vagy, mert ha tudják az ő érdeklődési körét, akkor előbb-utóbb az lehet, hogy rád is igaz lehet. Tehát azt mondják, hogy ez a helymeghatározás, meg az egész ennek a figyelése, ez egy sokkal mélyebb adathalászat, mint csak az, hogy simán a telefon lehallgat. Hogy a helyzet sokkal ijesztőbb, mint amit mi gondolunk. Tehát akkor azért dob föl nekem krémes és vár reklámot, mert itt ülök a Jani mellett. Így van, megfertőztelek sajnos. Igen. Meg hát, ha tudsz vagy nekem tippeket adni. Mivel, hogy én meglátom a reklámokat. És ez is generálja a vásárlást. Okos. De hogy tűnnek azért ezek a reklámok tényleg jelöltetlenül pontosnak? Hát hányszor jön föl ugye az, ami te szeretnél, vagy amire gondolsz, vagy amiről beszélgettél valahol egy társágban. Tehát, hogy elképesztő profin kapja már az ember a hirdetéseket. Tényleg nagyon érdekes. És azt mondják, hogy nincs is ebben nagyon véletlen, tehát ezek az online hirdetések, ezekben már a véletlenek nem nagyon játszanak szerepet. Kifinomult reklámokkal bombáznak, de jó, ha tudod, hogy a profilod alapján valójában ugye nyitott könyv vagy. És a helymeghatározásod nem azt kell érteni, hogy téged most követnek, nem erre kell gondolni, de figyelik a többi identitást, akivel te együtt vagy, amilyen témáid felmerülhetnek, és összehasonlítják az ő általuk szeretett dolgokat a te jövőbeli vágyaiddal. Vagy vásárlási szándékoddal. Oké, de akkor nem csak azt nézi, hogy mi vagyunk együtt hárman, hanem hogy napközben te hol voltál. Ezeket az adatokat elküldi, hogy én mondjuk tegnap voltam nem tudom milyen boltban, akkor ma arról beszélgettem veletek? Há, hogy nem. És itt jön majd azt mondja a cikk, a mesterséges intelligencia, aki már teljesen egyértelműen csak rá fog állni, mint mindenkire, és teljesen egyértelműen mire te oda jutnál, hogy vennél egy PlayStation-t a gyereknek, már 600-at kapsz, mert addigra már 600-szor kimondtad, és célirányosan csak te fogod azokat a hirdetéseket megkapni. De nagyon durván, mert addigra már az algoritmus valójában mindent tud rólad. Mindent tudni fog. És aki kapcsolom a helymeghatározást, nem tudom, hogy az konkrétan a GPS alapú helymeghatározásra segítesz-e magadon, mert hogy közben még minden oldalon minden kukit sütit, mindent elfogadsz, tehát valójában kikapcsoltad a helymeghatározást, azért, ha bekapcsolod, akkor vissza kell majd kapcsolnod. Rájössz, én is kikapcsoltam 2 napig, de rájöttem, hogy tulajdonképpen semmi nem működik. Semmit nem tudok használni. Nehéz útvonalat tervezni, úgyhogy ha nem tudod, hogy pontosan ez a lényeg, amit mondtál, hogy úgy vannak kialakítva az applikációk, hogy most már gyakorlatilag teljesen indiferens applikációk is kérnek helymeghatározást. Tehát nem tudod addig használni azt az appot. Tehát nem döntöd el, hogy használod-e vagy nem, mert akkor oda az applikációd. Igen. És jó esetben annyit pipálsz ki, hogy az alkalmazás használata közben van helymeghatározás. Na de ha a cikk azt mondja, hogy nem engem hallgat le, hanem a társaimat, akik velem együtt mozognak, akkor őket megfigyeli, hogy tudják, hogy én kikkel mozgok. Így van. Nem? Igen. Tehát akkor valahol mégiscsak mindenkit figyel, hiszen én is vagyok valakinek a társa, azért engem is meg kell, hogy figyeljenek, hogy tudják, hogy te merre mozogsz. Azért nem téged, igen, a társaidat. De hát én meg a te társad vagyok, tehát engem is azért, mert hogy te meg a társam vagy. Tehát akkor tulajdonképpen ugyanúgy mindenkit. Mindenkit megfigyel. Mindenkit lehallgat és megfigyel. Én kikapcsolom, öcsém, most mi a beszél. Mert azt tudod, oké, hogy pörgeted a különböző videókat, ahol egy másodpercnél többet töltesz, tudjuk. Ugye? Jó, és azt kezdi földobálni. És abban a pillanatban az algoritmus rájött, téged ez érdekel, te ezt szereted, ezért többet kapsz. Ez egy egyértelmű dolog. De ennek milyen szintjei vannak, vagy mennyire lehet itt még a mélyére hatolni a saját magunk megfigyelésének, azt szerintem egészen döbbenet, hogy mi mennyiségű adat lehet rólunk. És hogy ezt képes összerakni, tudod? Nekem a döbbenet ebbe az, mert hogy az enyémet, a személyeset, hogy én hol járok, az oké. De hogy utána ő azt tudja, hogy én egyébként a Sanyival este a kocsmába ülök, és elmondom neki, hogy hol jártam, tehát Sanyinak is földobja. De nagyon egyszerű, a helymeghatározás alapján. Te kimész innen, bemész egy CD-boltba, veszel 2 CD-t, bemész egy motoros boltba. És akkor mit tudom én, oké, most akkor lemezboltba. Egy időgépet. Elmész csak egy motorboltból, veszel egy bukós isakot, és délután még beugrasz mitől egy horgászboltba, ahol veszel a gyereknek valamit. Hát ne csodálkozz, hogy 3 héten keresztül ezeket a hirdetéseket fogod megkapni. Hát természetes, hát mivel? Neked meg továbbítják a motorshopnak az adataidat, akik viszont utána majd nem tudom, megvásárolják ezek az adatokat. Vagy hirdetnek. Érted? Zseni. Tegnap ugye, ahogy vásároltam a sárkány szakához az alapanyagot, egy ázsiai boltban voltam. Tehát ma mit fog földobni? Ma? Hát én azt gondolom, hogy igen, hát remélhetőleg. De mi az AI mögötte? Tehát hány kapcsolatot, hány helyszínt, hány kapcsolatbélülést kell elemezni egy embernek? De hát itt milliárdnyi felhasználóról beszélünk. Ott már AI van mögötte? Hát vagy akkor ott a Facebook algoritmusa, vagy a Meta algoritmusa van mögötte? Vagy, tehát, hogy milyen iszonyatos szoftver háttér van e mögött, amit mögé kell rakni, ha csak egy ember persze. Egy hely meghatározását összerakjuk egy kapcsolati hálóba. De hát itt sok százmillió emberről van, szóval elképesztő. Hát vagy éppen milliárdról, és úgy, hogy gyakorlatilag ugye ez folyamatos, tehát hogy nem alkalomszerűen, meg ilyen szűrésszerűen, meg ilyesmit érint, nem. Folyamatosan, amikor be van kapcsolva a telefonod, amikor gyakorlatilag folyamatosabb, tehát folyamatos megfigyelés alatt állsz abban az esetben, hogyha neked van egy okos telefonod. Ez a durva benne. Igen. Micsoda kapacitás. Meg ugye ezeket eltárolják. Tehát most gondold el, hogy ezek az információk, ezek napokon, heteken, hónapokon, éveken keresztül gyűlnek. Én egyszer azért belenéznék a saját mappámba. Ja, hogy mit találsz benne? De most komolyan, tehát, hogy mi az, ami, és hogy vannak elosztva. Gondolom, vannak különböző kis hogy hívjákok. Nyilván most, hogy képzeli Jani Lőrincről. Biztos vannak ilyen kis topikok, vagy folderek, vagy nem tudom. Megnézed a kis rajzodat, hogy hogy nézel ki. Szerintem tűpontos lenne. Ha nem tudod, mi érdekel, nézd meg a telefonodat, rá fogsz jönni, hogy az érdekel. Nem, de tényleg? Engem nem érdekel semmi. Add csak ide a telefonodat, mutasd meg az Insta oldaladat, a TikTok oldaladat, és tudjuk, hogy nagyjából mi vagy, igen. Itt van velünk Keleti Artúr, a jövőkutató, a kibertitkok jövőkutatója, az Informatikai Bizottság alapítója. Hello Artúr, jó reggel, ciao. Hello, jó reggel. Jó reggel, ciao. Segíts nekünk egy kicsit megérteni, mert ugye az egy tényleg egy városi legendáról ír a cikk is, hogyha mi kimondunk valamit, hogy lombfújó, akkor azt lehallgatja a Facebook, Instagram, a mikrofon, és akár így továbbítja az adatot. De itt most már arról szól a cikk, hogy nem is csak erről van szó, hanem egy sokkal mélyebb szinten értendő ez a dolog, hogy a hely meghatározást figyelik. Hát arról szerintem egyáltalán nincs szó, hogy lehallgatna bárkit, vagy lehallgatnának ezek a rendszerek, teljesen felesleges. Ezeket az információkat, ahogy előtt ti is megfejtettétek, tök jó ki lehet találni, anélkül, hogy valakit lehallgatnának, ami ráadásul illegális is, tehát nem is lehetne megcsinálni, hanem rengeteg információból rakják ezt össze, és ne felejtsétek el, hogy ez a világon ma egy olyan körülbelül 500-550 milliárd dolláros biznisz. Tehát óriási számokról beszélünk, és valóban, ahogy mondtátok, igen, több milliárd embert figyelnek meg. Az egyik ilyen nagy adatbróker, mert hogy így hívják ezeket a cégeket, akik az adatokkal sáfárkodnak, mert nem szeretik, ha így hívják őket, de ettől még ez a dolguk. Az például talán 2 évvel ezelőtt derült ki, hogy 5 milliárd emberről tartanak fent információkat, ez adatbázisban ennyi van, és képzeljétek el, hogy nagyjából egy emberről olyan 5-10 ezer adatpontot rögzítenek, tehát amiket itt mondtatok, hogy hova megy, mit csinál, mit szeret inkább csinálni, milyen kategóriákba tartozik, az mind ilyen adatpont. Mondok nektek konkrétat, mert hogy volt egy cég, a Xandar, aki most már egy nagy operációs rendszergyártónak a tulajdona, majd erről is biztos beszélünk, hogy ugye ezek a cégek, ezek milyen jól összeszedik ezek az infokat. Na mindegy, szóval ez a cég, ennek nemrég kiszivárgott kiadott egy információt, amit szerintem nem akart kiadni, és abból kiderült, hogy több mint 650 000 különböző szegmenst tárolnak. Ezek a szegmensek, ezek nagy kategóriák, mondjuk a autókedvelők, meg még én fúrhatunk mélyebbre, hogy az olyan autókedvelők, akik mondjuk több mint 30 000 kilométert vezetnek egy évben, meg ilyesmi, és akkor a személyekről pedig, ezek az adatpontok, amikről beszéltünk, ott pedig minden, amit csak el tudtok képzelni, az utazási szokásaik, hogy milyen brendeket szeret, hogy hol dolgozik, hogy milyen politikai nézetei vannak, szexuális beállítottság, amit elméletileg nem lehetne tárolni, ugyebár, de még a GDPR megfelelően úgy tudják esetleg csinálni, hogy azt mondják, vagy azt állítják, hogy nem kötik személyekhez, hanem általánosan tárolnak ilyen információkat, és amikor ezekben a szegmensekben a különböző cégek hozzájuk fordulnak, hogy szeretnék én tőled ilyen adatokat kérni, akkor nem adják ki az adatot, tehát nem sértenek törvényt, hanem elkérik az igényt, és ennek az igénynek a megfelelőjét eljuttatják a megfelelő emberekhez. Csak hogy érezzétek, mondjuk az anyukáknak a kategorizálásában kiderült ebből az anyagból, egyébként ez egy nagyon szokatlan belelátás ebbe a világba, mert nem nagyon lehet tudni sokat arról, hogy itt mi zajlik, hogy mondjuk csak az anyukák kategóriában, itt nézem, hogy mik vannak, mondjuk foci anyukák, nagyvárosi anyukák, elfoglalt anyukák, meg anyukák, akik úgy vásárolnak, mint egy őrült. Egészen ilyet. De jó kategória. Azt a mindenit. Jó. És akkor ez tulajdonképpen adatformájában rólam megvan, és ezt tőlük bekéri egy nagy, tehát egy nagy adatkezelő cég, ezt begyűjti, és utána eladja ezt mondjuk egy autókkal, kozmetikai, nem tudom, szereken foglalkozó cégnek, akinek a hirdetése eljut hozzám. Tehát ezeket az adatokat utána értékesítik tulajdonképpen, nem? Tulajdonképpen igen, csak így nem adhatnák el az adatot, mert az tilos, hanem ők azt a lehetőséget adják el, hogy bizonyos cégek, akik szeretnének egy bizonyos szegmensnek nagyon pontosan targetálva, célozva eladni, azokhoz eljuttatják ezeket a hirdetéseket, és azért ennyire pontosak ezek a hirdetések, mert ez a sok-sok minden, amit csináltok egész életetekben, meg amiket nézegettek, meg amilyen oldalon jártok, meg amire rákattintotok, meg amire a barátotok rákattint, vagy az a csoport rákattint, ahova inkább tartoztok, mert ti a nem tudom milyen korú autókat kedvelő, focit kedvelő, nem, kávét kedvelő emberek vagytok. Tehát, hogy igazából ebben a 650 000 szegmensben, a több ezer kategóriában ti ugyanúgy tűpontosan be vagytok rakva, és amikor megtalált titeket egy hirdetés, akkor az ember azért érzi ennyire precíznek, mert az összes többi hirdetést az igazából nem, tehát ami mellé lőtt esetleg, azt nem biztos, hogy annyira észreveszünk, de ezt meg észrevesszük pont azért, mert ilyesmit szeretnénk. És ezek a cégek tulajdonképpen nem adják el ezeket az adatokat, hanem csak a lehetőségét adják el, hogy hirdetésként el lehessen érni titeket. És ugye az is fontos még itt, hogy mivel ez egy óriási biznisz, ezért a gigacégek, ugye a nagy operációs rendszergyártók, a nagy hardware-gyártók, ilyesmi, ők igen nagy mennyiségben vesznek meg olyan cégeket, akik ilyen adatokhoz hozzáférnek, akik már évek óta, vagy akár évtizedek óta gyűjtik ezeket az adatokat, és ezért ők közvetlenül tudnak elérni bárkit. Ezért volt nagy botrány abból, amikor az almás cég egyszer csak azt mondta, hogy, hogy megkérdeztiteket, mint felhasználó, hogy akarjátok-e, hogy az adott alkalmazás kövessen titeket. Most is, ha föltelepítitek erre a platformra az alkalmazást, akkor megkérdezi, hogy követhetünk téged, vagy nem követhetünk téged. És ha azt mondod, hogy nem, akkor ugyanúgy követnek. Akkor ne legyenek illúzióink. Nem gondolnám, hogy akkor nem követnek. De akkor ez ennél már egy bonyolultabb dolog, mint hogy én tényleg konditerem mellett járok el, és ő tudja, hogy én konditerem mellett járok el, tehát akkor küld nekem, nem tudom, fehérje, turbixot és hirdetést. Tehát, hogy ez már akkor egy jóval összetettebb dolog. Mennyit fog ezen változtatni még a mesterséges intelligencia szerinted? Mennyire bonyolítja meg a helyzetet? Hát az csak annyit fog csinálni, hogy még precízebbek lesznek a célzások, mert ezek már 10-20 éve mennek, jóval régebb óta mennek ezek a célzások, csak amikor a mesterséges intelligencia még azt is kitalálja, hogy te holnap után mit akarsz majd csinálni, akkor még pontosabb lesz a célzás. De tudjátok, az az érdekes az egészben, hogy nagyon sok ember szerintem, magamat is beleértve, egy csomó ilyen dologra szívesen mond igent. Tehát amikor felmegyünk egy oldalra, és egy csomó dologról megkérdeznek, akkor ami engem érdekel, arra szívesen idézőbe profiloztatom magam, mert akarok ilyen hirdetéseket kapni. A probléma csak az, hogy a mesterséges intelligencia majd össze tud kötni egy csomó olyan dologgal is, amivel viszont nem akarom, hogy esetleg profilozzanak, viszont mégis meg tudja majd csinálni. Úgyhogy ez eléggé összetett kérdés lesz. Plusz még egy dolog, a mesterséges intelligencia majd testre is szabja nekünk a hirdetéseket. Tehát fogsz majd látni teljesen olyan dolgot, ami nem csak, hogy érdekes számodra, még lehet, hogy a saját hangodon fog megszólalni. Mondjuk ez creepy. De igen, ilyenek létezhetnek szerintem. Fú, de kemény ez. Azt a mindenségét neki. Tud az ember valamit csinálni, vagy lehet ez ellen védekezni szerinted? Ha mondjuk vigyázni akarok azok adataimra, hogy fogadja meg, huki, süti, rányomok, oké, keres, amit kell, és nyugodjunk ebbe bele. Igen. Hát igen, nézzétek, nem nagyon hiszem, hogy lehet. Azért azt is hozzá kell tenni, hogyha valaki teljesen el akar bújni mindenki elől, akkor olyan speciális tudás kell hozzá, ami körülbelül majd azt mondanám, hogy etikus hacker szintű tudás, tehát olyan operációs rendszeren kell dolgozzál. Még arra is oda kell figyelni, hogy mondjuk az ablaknak mekkora a mérete, mert abból is egy csomó következtetés le tudnak vonni, hogy milyen gépen dolgozol. Tehát igazából szerintem, akinek nem ez a szakmája, az nem tud elbújni. Annyit lehet csinálni, hogy ahol lehet, korlátozzuk ezeket a cookie elfogadásokat, meg használhatunk VPN-eket, amik szerintem egész jól elrejtenek dolgokat, IP címeket, meg ahol csak lehet, ott próbáljuk meg nem hozzájárulni adatokhoz. De ez, hát látjátok mekkora industry, tehát most az egyik ilyen cégről derült ki, pont amit az előbb említettem, hogy évente $40 milliárd csinál az adatainkból. Tehát ilyen cégek ellen nem nagyon lehet elbújni szerintem. De akkora pénz. Nyitott könyv akkor az ember élete, nem? Minden adatot. Bizony. Egyrészt nyitott könyv, másrészt nagyon sok ember nem is gondol bele, hogy mennyire könnyen feltérképezhető. Úgyhogy ez ilyen szempontból egy fontos kérdés lesz a jövőben, igen. Ezzel ők valamikor esetleg visszaélhetnek, vagy van erre nekik lesz? Vagy hogy tudod, tehát hogy egy picit azért így belegondol az ember, hogy mikre kerestem rá így az utóbbi 20 évben, tudod? Akkor egy kicsit így azon gondolom. Hogy hát az egész gyűjtés már szerintem egy visszaélés. Oké, hogy te azt elfogadod, hogy mindent, de hogy valójában már azzal szerintem visszaélés követnek el, ahogy begyűjtik. Hogy mert mi van, hogyha azon az oldalon más, mondjuk adott esetben büntethető tartalom is? Mesélj csak, mire kerestél rá? Hát most erről mesélni. Hát nem nagyon hiszem, hogy ez probléma lenne. Tehát, hogy ezeken az oldalakon egyébként olyan információkat gyűjtenek rólatok, amiért hirdetni szeretnének. Tehát én nem hiszem, hogy itt mindenféle büntetőjogi dolgok felmerülhetnek. Ráadásul az a helyzet, hogy ezek az adatbróker cégek, akik összegyűjtik az információkat, ezek olyan mértékben összekeverik, összekavarják a kártyákat, hogy amikor valaki elkezd utánuk menni, meg elkezdi kutatni, hogy is megy az egész, akkor egy hatalmas erdőben találja magát, ahol tudod, egymásra mutogat mindenkit. Az őz a medvére, a medve a sasra, hogy nem én csináltam, hát ő megfigyel, de én nem adtam el adatot, hát őt. Úgyhogy gyakorlatilag nagyon nehéz utána menni, rengeteg per van, rengeteg ügy van, rengeteg feljelentés van, de abban a pillanatban, mint betévednek egy ilyen erdőbe, és elkezdik mondani, hogy hát kérem szépen, mi itt egy szegmest elemzünk, és igazából nem gyűjtünk személyes információt, és ha valaki megkérdezi tőlünk, akkor elkérjük, hogy mit szeretne, és akkor a törvényeknek megfelelően eljutatjuk hozzá. Tehát még az EU-ban is, ez a sztori, amit az előbb elmondtam nektek, ez EU-s állampolgárokról is szólt nagyon nagy mértékben, olyan körülbelül 90-100 ezer szegmens vonatkozott EU-s állampolgárokra, ahol elméletek GDPR van, ugyebár. Tehát ott nem lehet ilyen probléma. Úgyhogy sajnos az a helyzet, hogy ez egy éppen zajló dolog, és mindig is fog zajlani. Szerintem, nem tudom, dőljétek hátra és élvezzétek, hogy olyan dolgokat kaptok, amiket szeretnétek. Új, de szép Artúr, nagyon köszönjük. De jó. Dőljétek hátra és élvezzétek. Ezt a valóságot akartátok meg. Sodoroljatok az által. Az adat az új arany, az új olaj, törődjetek vele és szolgáltassatok adatot. Artúr, nagyon köszi, bennünk el, köszönjük, hogy itt voltál, ha van még ilyen téma, hívunk, nagyon köszi. Köszönjük Keleti Artúrnak, köszönjük szépen. Hát gyerekek. Ez van, tényleg. Nyitott könyv vagyok. Meg is nézem, küldötte valamit a Facebook, valami hirdetés, kiderült valami a kis fél óráskában. Neked már hirdetős? Nem. Facebook még nem, mi? Nem, még nem. Nem fizetsz. Nem, semmi hirdetésmentes. Vagy a hirdetős még. A tegnapi sztorik után mit dobott fel neked az Insta? Olyanokat, amit kiraktunk. Letiltott egy óra után. Persze, leszették, igen. 8:30 pontosan jövünk a hírek után mindjárt. Balázsék a Rádió Egyen! 3:09 lesz, pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Szervusztok! Ez jobb, mint a Hello Bello? Szervusztok. Nem B-vel. Szervusztok. Mert ugye a Hello Bellót ma reggel kilőttük. Igen, azt rám kerték, és mondtam, hogy ártatlan vagyok. Azt kiírtuk. Rituálisan megöltük. Szervusztok. Az is. Na, a szervusztok az nem rossz egyébként. Igen. Igen. A Starbucks óta megállás nélkül mélyvedő meccseket hoz fel. Kálaiék meccs miatt szerintetek is indokolt? Kérdezi Ádám. Nem kifejezetten. Nem. Ott a boxoló cicaharc volt. Boxoló cicák. Igen, az cicaharc volt, igen. Szegény. Abból mi lesz? Úgy szegény Ácsferi. Az Áronnal. Szegény Ácsferi, ha az Áronnal, az keményebb dió lesz. Az a történet, igen. Ne felejts el, holnap indul az új Facebook szabály, amelyen felhasználhatják fényképeit. Ez valami levél, amit neki megoszt? Gyerekek. Megint itt tartunk jelen pillanatban? A határidő ma, ezt fel lehet használni az önnel szembeni bírósági eljárásban. Minden, amit valaha írt, ma nyilvános lesz, beleértve a törölt üzeneteket is. Csak egy egyszerű másolás és beillesztés a biztonságos. Nem adok a Facebooknak, vagy a Facebook tagjának engedélyt, képet, információt, üzenetet, vagy hozzászólás felhasználására múltban és jövőben sem. Tehát terjed egy levél, ami kamu, nyilván, igen, ugye? Még itt az előbbi Facebook témánkra vonatkozóan. Még nem csak, hogy a kamusága, hanem az egyszerű bugyutasága, és az, hogy a magyar facebookozó nép 50%-a ezt kitette saját magához, hogy gyerekek, egy kicsit gondolkozzatok. De miről szól a kamulevél? Az van most ugye, hogy a Facebook fizetős, igen, lesz, tehát ha egy bizonyos havi összeget neked be kell perkálni, ebben az esetben nem kapsz reklámot, ha ezt nem perkálod be. Oké. Elindult az, hogyha ezt a levelette a saját oldaladra fölteszed, és tehát kimásolod, nem is kebegé, kimásod és fölteszed, megúszod a fizetést, akkor ezt majd Zuckerberg úr elolvassa, érted? És nem fog neked reklámot adni, plusz ugye az is van most, hogy a te képeidet, senki nem beszél erről, a te privát képeidet most már mindenki bárhol, bármire fölhasználhatja, érted? És mi azt gondoljuk, mi magyar egyszerű lelkületű Facebook felhasználó állampolgár, hogyha kiteszünk egy ilyen levelet, akkor azzal kinyilatkoztattuk azon szándékunkat, hogy nem szabad használni a dolgainkat, és nem kérünk reklámot. Hogy ezt valaki tényleg még 2023-ban benyalja. Ez meg, hogyha kiraksz egy keresztet, és fölírod, hogy távozz tőlem, sátán, az úgy is van. Nagyon sokat segít. Igen, tehát, hogy igen, ezt de is a Zuckerberg úr ellen is jó. Ja, mindenki a sátán. Ellen. Tehát maga érted, a megfogalmazása, az, hogyha egy picit gondolkoznának azok, akik kezükbe veszik a mobiltelefonjukat, és ezt a felületet használják, hogy egy picit tényleg így ránézel erre a levélre, és üvölt róla, hogy ez egy... De honnan tudod most mit okoskodsz? Én kíváncsiságból megnyitottam most egy hasonlót, én kíváncsi voltam, hogy mit csinál. Kaptam egy üzenetet, hasonló ilyen, nyilván ilyen nem hoax, csak ilyen kamu, hogy vámot kell fizetni a csomagra. Megnyitottad? Mint a húzat, persze. Jó, elmentem kíváncsiságból. Mondom, most oké, egyszer megnézem, mit csinál. És? Átterelt egy hivatalosnak tűnő magyar posta oldalra, ami nagyon hasonlít, hogy adjam meg az adataimat. És akkor már hangosan fölrögtem, kitöröltem a levelet, csak ugye ezzel az a veszélyes, hogyha megnyitod a linket, van egy csomó, mert úgy szerez rólad adatot, meg mit tudom én, te csak rámentél a linkre. Igen. De mondom, most nincsen vámoltatni valóm, de mondom, hogy vettem egy nagy levegőt és megnyomtam. Egy olyan profi magyar posta oldalra vigy, gyerekek. Nagyon jól megcsinálják. Bankkártyaszám, magyar posta, minden jog fenntartva, nagyon hivatalos, mondom, az eszem megáll. Én pont rendeltem egy sportcipőt, tehát itt kicsit kacérkodtam a gondolattal, de gyúros cipő? Nem, sima sportcipő, igen. Fehérje por szívódik talpon keresztül. Nem, de közben kaptam a futárszolgálattól, hogy már hozzák. Tehát igen. Tudom, hogy nem vámköteles, meg semmilyen. Na, megnézem, én most kíváncsi vagyok. Megjött, hogy jönnek a küldeménye, az vámköteles, ezért menjen át erre az oldalra. Átmentem, magyar posta. Minden jog fenntartva, kártyaadatok, brutál profi, logóval, minden ez. Figyelj, nem tudtam megmondani, hogy nem a posta oldalán vagyok. És azonnal megjelenik, hogy bankkártya. Hát figyelj, megadod, meg akarod kapni a küldeményt. 10-ből 8 embernek valahol van egy küldeménye. Nálam is ráhibáztak, hát zseniálisan csinálják. Vagy pedig az algoritmusok már összerakják, hogy te rendeltél egy sportcipőt, ez a csávó pedig, aki ül a másik végén, idézőjelesen mondom, nem egy ember ül, a másik végén ez a csávó pedig megkapja adatban, hogy te rendeltél. Azt nem gondolnám, hogy egy afrikai kalózók ezeket megkapják. Szerintem simán random rátküldik, hogy figyelj, most hány ember vár csomagot? Ma már 10-ből 8 ember valamilyen csomagot vár. Vámköteles, menj rá. És gondolkozó, sportcipő benne van, oké, magyar posta oldal. Megőrülsz, annyira durván jó volt. Töröltem az üzenetet, de hogy hihetetlenül észnél kell lenni. Tehát úgy vagy vele, hogy ha nem is te vársz csomagot, lehet, hogy a feleséged, lehet, hogy a gyereked rendelt valamit. Most mindegyiknél nem egyeztetünk, van, amikor rendel valamit a lányom, úgy, hogy az én adatait adja meg az otthoni adatainkat. És akkor bejön egy ilyen SMS, és simán benyalott, hogy akkor tényleg most, hogy ha Istenem, valamit kell fizetni, ráadásul tényleg átmész a másik oldalra, és azt látod, hogy kőprofin meg van csinálva az egész. Vagy egy csomagküldőszolgálati, vagy egy banki, vagy pedig a magyar postai például, mint a Balázsiknál jelen esetben. És iszonyú profin néz ki az egész. Csak hát... Mennyit szippantanak le vajon, ha megadom a kártyadataimat? Amit tudna pilli, mit ellenszedi? Azt. Tehát lekapja az egészet? Hát más nem tudom. Hát, vagy vásárol belőle, nem? Mert pénzt lehúzni nem tud, szerintem. Hát a vásárlási limit, igen, de a vásárlási limitig elmehet, de valójában úgy nem tudja felhasználni az rajta lévő összes pénzt, így leszívja az összes pénzt a számládról. Mert neki nincs akkor a székje, mint a Balázs. Igen, és most a T-Home is küldött üzenetet valamelyik nap, hogy ha ön kapott tőlünk valamilyen hamis számlát, akkor kérjük, ne klikkeljen és ne fizesse be. Azért az mi az, hogy szerintem az összes számlájuk hamis. Igen, amennyiben gyanús SMS kapott, kérjük, hogy személyes adatai védelmére az üzenetben található linket ne nyissa meg. Javasoljuk, törölje az üzenetet, nincs más teendője. Üdvözlet a Telekom. De honnan tudom, hogy ez most, aki ezt elküldte, az tényleg a Telekom? Úgyhogy ő nem kér adatokat. Legközelebb az lesz, hogy kapsz egy kamu SMS-t a Telekom nevébe, hogy viszont az adatai ellenőrzése véget kérjük, írja be nekünk a számlát. Igen. Ez olyan, mint amikor felhívnak egy fura számról, és azt mondja, hogy ettől és ettől, hogy már annyi embert elküldtem, de valószínűleg az én paranoiám, mert te nem paranoia, hogy ugye ő amit a OTP banktól telefonál. Látod a telefonszámot, rendben van. És a beszélgetés úgy indul, hogy szeretné, hogy bemutatkozzál. Majd azt mondja, hogy személyes kérdéseket fog föltenni, hogy aztán ő is igazolja magát, és te tudd, hogy ő kivel beszél. Na most érted, ilyen alapon, és akkor az anyja neve, születésév, stb. Stb. De akkor mondja csak el a problémát, amiért fölhívott, miután te beazonosítottad magad. Hát azért de ezt se teszed szívesen. Hogy neked kell először mondani, én ilyenkor tudod, mit szoktam mondani? Hogy mondja ön az adataimat, hogyha tényleg a bankomtól hív, de nem mindig mondhatja. Ó, nem mindig, mert akkor te kabura rámondod, hogy igen. Tehát ő bemond egy jó adatot, te azt, hogy igen, így hívnak. Érted? Tehát ő nem tud mit mondani. Anyja neve, születési dátum, születési hely, ezeket. És akkor arra azt mondod, hogy oké. Mert az nem azonosítás, hogy én mondjam. Érted? Tehát, hogy anyja neve Kovács Terézia. Oké, tényleg az, mondja a csaló. Mondja ő az anyám nevét. Oké, és ha mondjuk én a telefonon keresztül rámegyek egy magyar posta oldalra, akkor róla mit vesz le a telefonomon keresztül? A fotóimat, ahol ott a kártyám lefotózva, a jelszavaimat, amiben ott van az Apple ID jelszavam. Hát valószínűleg, ha tovább mentél volna, akkor kéri a kártyaadatokat. Nem? Persze. Nem, mert itt azt mondja a Telekom is, hogy ugye hogy a linkre kattintva ön kiadja az adatait. De rá kattintok a linkre, akkor lásd, mit lát akkor valójában? Leszedi az adataimat egy linkre kattintva mindent? Az nagyon profi. Várjál, hogyha adott esetben, hogyha te rákattintasz arra a linkre, azzal te gyakorlatilag egy kapcsolatot létesítesz az algoritmus, az ő algoritmusok és a te telefonod között. És akkor akkor bóklászod egy kicsit a telefonodba, de hát ez folyamatos kapcsolatra van szükség. Tehát amikor a kapcsolat megszakad, akkor de vége. Igen, de éppenséggel ez futhat a háttérben, de szerintem hogy ez konkrétan megtörténjen, ahhoz neked le kellene töltened valamilyen applikációt, amit ő ajánl. Tehát nem lehet azért egy olyan borzalmasan nagy veszély ilyenkor, hogy akkor most leszedi az összes telefont, az összes jelszót, és aztán pedig hozzáfér a bankkártyához, meg a fél pucér képeit. Na itt van, azt mondja, anyukám pont ennek a postászkemnek adta meg az adatait, másnap a bank hívta, hogy csalók Franciaországból akarják használni a kártyáját. A bank találta gyanúsnak ugye az a tranzakciót, és letiltotta a kártyát. De nem tudják. Figyelj, én olyan magyar posta oldalra... Hát, hogyha SMS-es megerősítés van például, akkor nem, igen. Kettős lévén, két olyan posta oldalon kerültem. Olyan posta oldalra kerültem. Képes lapot. Hámon bemegyek a postán, gratulálok, ilyen profi oldal. Hát hámon, még ott a szerkörben nézek, egy-két képes lapot feladok. A magyar hív minden jog, fenntartva a magyar posta. Az volt a gyanús, csak hogy ki volt, hogy 12 órán belül kézbesítés. Igen, mondom, itt valami gyanús. Biztos, nem a magyar posta. Tudod, mi volt a gyanús? Karácsonykor is kézbesítünk. Hát ez nem lett a magyar posta. Egyrészt, hogy tudtam, hogy nincs elvámolni valóm. Kettő, hogy a magyar posta oldal, de a bankkártyád így telenyomva, hogy azonnal add meg az adatokat. Na jó, óvatos vagyok. De hogy így egészen elképesztő. Hányféleképpen próbálnak már belőled így pénzt kihúzni, nem? Hát add meg, futár vagyok, csomagod van, elvámoltatni való, fizes be a számlát, csinálnak egy ugyanolyan oldalt, mint a TOM. Tehát egy félelmetes egyébként, igen. Már hív valami futárcég, hogy hoz valamit, már azzal is paranoiás vagy, nem? Igen, pedig rendeltem. Mekkora csomag? Kirendeltem? Igen, mi van benne? Honnan tudja, be van csomagolva. Igen. És most ugye jön a karácsonyi bevásárlás, mindenki agyba főbe rendel, ajándékokat vásárol, most vagyunk veszélyben. De egyszer 10 rendelésed van, akkor azért rá lehet futni egy ilyenre. Amerikában például nem kell SMS megerősítés a vásárláshoz, tehát hogy nincs ilyen. Na, hát az elég nagy probléma. Igen. Nincs ilyen, gyerekek. Igen. Ezért jó a csóra, vagy nem tudnak megvezetni. Egyébként ez egy jó. Igen. EON-os felszólításnál, 3500 forintos fizetési felszólításnál 125 ezer forintot nyúltak le. Nem tudom, hogy csinálják. Van, aki 6,5 millió forintja után rohangál. Most olvasom. Ilyen ügyem van folyamatban, rákattintott az e-mailben kapott adatokkal, be tudtak lépni, telefont lemaszkolják, az nem tudom mi, nyomozó mondta, az e-mailhez mentett kártya adatokat képes lemásolni. 6,5 a kártyáról. Hús! Az szép. Az nagyon. Azért ez nagyon kemény. Igen. Én adtam már meg posta oldalán bankkártyadatot, ki is fizettem, annyit mondtak, amennyi az e-mailbe volt, azóta se történt semmilyen más tranzakció, ugyanolyan vámolni való sztori volt. De lehet, hogy erre hajaznak, hogy tényleg van a postának egy eredeti telefonszám, vagy e-mail, ahol neked vámolnod kell, nem? Egy kollégámnak 2 milliót vettek le, ment a bankhoz, és a bankhoz se tudott belépni, úgy megbuherálták egyébként a kártyáját, igen. Szóval gyerekek, legyetek óvatosak, igen. Feleségemet egy chat domain léven webshoptól vásárolt, másnap már a kártyával akartak tokiai elővárosi bérletet venni. Szerencsére a bank megakadályozta. Azért ott lenyúlták, puff. És lemásolták a kártyát, és azonnal tokiai. Igen. Tehát Ausztriában vett, Bécsben vett valamit, és... Egy chat domain léven lévő webshoptól vásárolt, és másnap már Tokióban akartak bérletet venni. Azért az is nagyon kemény, gyerekek, igen. Na jól van. És hát akkor még ott vannak, ugye, akik telefonálgatnak. Tehát az meg még egy másik érdekes dolog. Hát erről is hányszor beszéltünk, igen, az ilyen telefonos csalókról, urokázók, meg mindenki, aki hívogat, beszél, nem? Hát az is egy érdekes dolog. A kis unokám összetörte magát. Az a legaljasabb. Ez milyen működött? Hosszú éveken keresztül. Ja, hát érted. Egy csomóan. De honnan tudja ez afrikai oldalat a telefonszámodat? Te neked van egy központi adatbázis, ahol fölmennek és megvesznek $100 1 millió telefonszámot? Segítek, haver, hogy vagy magyar? Random generálnak, igen, egy sima algoritmussal, random. Szerintem, ahogy tudják, hogy plusz 30-at, 20, 30, 70, és generálnak telefonszámot, és elküldik 5000 címre ezt a... Úgy van. Ezt a kis izét, az 5000-ből 5 rákattint, az 5-ből 3 pénzt ad, már megérte. Szerintem igen, szerintem ugyanúgy, mint ahogy mit csináljuk, ahogy vagy magyar. Megnézik az ország hívószámokat. Ó, Magyarország. Ezek mindent benyalnak. Nézd meg, hogy élnek. Nézd meg, hallott, figyelj. Látod, mit nyilatkoztál. Lassan ott tartunk, hogy azt se fogjuk kifizetni, ami jogos. Futár vagyok, takarodj! Jönnek, hoztam az EON számnak anyádat. 30 SMS küldtem. Nem érdekel. Mindent kitörlök. Igen, hozzá nem fogsz eljutni. Az EON-tól vagyunk, szeretnénk egy számlát behajtani tértéve miatt. Takarodjanak az anyjukban! Nem hiszem el. Nem? De tényleg, tehát így... Nem mondom, már hivatalos ügyintézőnek se hiszed el, hogy ő az, mert ő kéri először az adatait, és full paranoiás, hogy nem adott meg. Én nem egyszer tettem. Én most nem akarom beazonosítani magam. Az Eurojackpotton. Igen, 33 milliárd. Takarodjanak! Igen. Van egy pirosunk, azt lehet, hogy megpróbáljuk még egy rövidre, vagy a hírek után csak egy rövidre. Hogy mit dolgoztam egy olyan cégnél, ahol csalásokat csinálták, amit kiderült, hogy mit csináltak, eljöttem, szívesen mesélek, a felhívtok. Tehát, hogy valószínűleg egy ilyen cégre specializálódott. De ez hogy van, hogy valahogy vagy egy szudáni, nem tudom, Szudánban vagy Csádban, vagy ilyen afrikai cuccban ülnek egy ilyen laptopos szobába, hát félek, hogy ez nem is Csád. 4K-s tévével, érted, és 3 kis csávó szórakozgat 16 évesen, mert annyira értenek hozzá. Tehát, hogy hol van ennek a feje, hát, tudod? Simán lehet, hogy egyébként egy mobiltelefon, tehát, hogy egyszerűen, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy akkor Van egy ilyen favela jellegű ilyen kis viskósor, de a pinyóban ott van egy high-tech, NASA szintű, nem tudom, ilyen hacker labor, de hogy szerintem nem. Egy laptoppal elbockodnak ott. Egy valahol. Laptopot valahogy csinál, eltünteti magát, és ráküldi 100 darab, vagy 500 darab, vagy 1000 darab telefonra. Vagy 500 000 telefonra. Vagy 500 000 telefonra a számát. Hát a másik meg az, hogy simán lehet, hogy valójában persze úgy tűnik, mint hogyha Afrikában csinálnak, de lehet, hogy egyszerűen át van szépen irányítva Afrikába, mintha Afrikából érkezne. De valójában ezt lehet, hogy akár Európában csinálják. Lehet, hogy itt tudom én egy szinten lejjebb. Ja nem, mert akkor megsértődnek, akkor följebb. Jó, meg már nincsenek. Kedvencem, amikor a Netflix küld egy utolsó felszólítás, a fiók felfüggesztés előtt kérjük frissítse az adatait. Hát János, ez neked neuralgikus pont. Ja. Te úgy befrissítetted az adataidat, nem? Nem a Netflixet cupantál, te a Netflixre mentél rá. De én a Netflixre mentem rá. Netflixre mentél rá. Kérjük frissítse az adatot. Azonnal. Nem tudnék sorozatot nézni. Tudod, benne vagy valamibe, csinálsz valamit, jön egy ilyen, hát persze, hogy megijed. Én a Netflixet 4 naponta kapom. Netflixről fűző. Egyébként felfüggesztés a fiókját. Igen. De akkor a genyó. Rögtön megrészegtem. Hallod, összeszartam magam. És megadták kártyaszámot? Minden? Persze. És mi volt ott a szippantás? Mennyit kaptak le? Fél, nem tudták gyorsan, mert azon nyomban. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy megértem, nyomtam egy enter. Akkor már rájöttél, hogy... Ez kamu lesz! Abban a pillanatban letiltottad a kártyát? Persze, letiltottam. Nem, tehát, hogy tudom nagyon jól, ugye, csak a limitet tudta volna, de nem is tudom. De akkor is néha egyébként arról is megfeledkezik az ember. Tehát, hogy itt van egy nagyobb vásárlásod, veszel pár százezer forint értékben valamit, és hogy aznap tudod beletállítani, hogy csak aznap legyen magasabb az összeg, a vásárlási limiten, és akkor így vagy elfeledkezel róla. És na most gondold el, hogy az egy 200-300 000 forintot csak így hús, mert éppen egy hűtőt vettél valamelyik nap, vagy akármi, vagy egy tévét, elfelejtett visszaállítani, simán benne van a pakliban. És mondom, én is ezért nem tudtam, hogy abban a pillanatban mennyi a vásárlási limitem, rögtön hívtam a bankot, és letiltottam a kártyát, inkább biztos, ami ziher, ahogy szokták mondani. Szóval, hogy ne, azóta minden törlök, bármi jön a Netflix-től. Már nem ajánlom semmit, nem a fiókot sincs, lemondtad az előfizetést, nem, ilyeneknek nem fogsz fizetni. Igen. Érted? Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt 1 perc, pontosan 9 óra. Mond, jó, tudunk még vele egy mondatra beszélni, vagy meglátjuk, aki ott dolgozott, meghallgatjuk, hogy mit mond. meg megnézzük az Elonnak a rakétáit, amik most megint felrobbantak. Mm-hmm. Megint lövöldözget. Nem nagyon megy ez a csávónak. Ilyen SpaceX rakétáknak megint föllöttek, most de ez nem sikerült nekik. Most de most ezt tudod, hogy fogják megint elkönyvelni, hogy óriási siker, hiszen most nem 5 kilométer magasságra ment, hanem 15-re. De és ott robbant föl. De az a baj, hogy ez ment, azért ennél nagyobbat is, és az előzőnél azt mondták, hogy ez egy tervezet volt, mert azt ők belekalkuláltak. Én is ezt mondanám. Igen. Most mit fognak mondani? Na mindjárt ennek is utána járunk. Meg ha jó a srác, akkor meghallgatjuk, hogy csalnak. Jövünk mindjárt, pontosan 9 óra van. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 9 óra után 10 perccel itt vagyunk, jó reggelt. Hallgatom a műsor, most ültem le kicsit telefonon, és a Google kidobott egy indexcikket arról, hogy a telefonunk nem hallgat le, a helyzet sokkal ijesztőbb. Ez volt egyébként a cikk címe, így van. Erről az indexcikről beszéltünk, ez volt a téma. Indító, már benn vagy, bocsánat. Borogszint itt ismerve. Igen, nem annyira tudtam megnyomni a gombot rendesen. Na illetve, hogy igen, erről beszéltünk, és a hallgatónak pedig földobta itt közben a cikket, igen. Igen. Ja. Fincégem mutalását halázták le. Hát ez ilyen, gyerekek. Elmúlt Budapestére 63-as kilométerre elesett, 3 kilométeres a sor, Nagykáta vasúti átjáró, nem működnek a jelzőlámpák. Köszönjük szépen, ha van friss, akkor küldjetek 023-111-111 az SMS számunk, ide várunk. Hozzászólásokat, közlekedési információkat, gyerekek, minden jöhet. Jó, Balázsi, @radioeg.hu-ra pedig olyan e-maileket küldjetek, ami személyes történet, amivel úgy érzitek, hogy kellene foglalkoznunk, jó témát lehet belőle csinálni. Ti vagytok benne az érintettek, és nem cikkekből indulunk ki, hanem valami személyessel, ami ti küldtetek, ami veletek történt. Na jó, témákat kapunk egyébként. Mi van, mit látsz? A MÁV applikáció. Nem hosszú lenne. Ja, csoda, hogy hiszel benne. Töröld le. Atya, nem töröltem le, mert nincs már. Úgyis akkor jönnek, amikor akarnak. Menjünk ki, legyen az applikáció, hány körnek vonat. De most akkor jönnek, amikor akarnak. Szombathelyre megyek, tehát nem Ferihegyre, úgyhogy ha ott jön, mit tudom én, 10 percenként csak jön valami, de most ha erről lecsúszok, akkor majd 2 óra múlva vagy a következő, úgyhogy. Az lehet, hogy jól éred, igen. Na mi van Elonnak a rakétáival, gyerekek? Mi történik? Lepotyognak ezek a rakéták? Fosok, az van. Fosol? Igen, ismét felrobbant Elon Musk óriási rakétája. Hát? Ugye ezek a SpaceX alatt, a fejlesztés alatt óriás rakétákat felbocsátottak, ez a Starship-et, de hogy felrobbant, nem? Igen, felrobbant. Igen, és ugye azt mondják, hogy ez így volt tervezve. Aha, ja. Az a bajom, hogy utólag mondják. Felszállt volna, hogy landoljon valahol Hawaii közelében, aztán leszállt volna. Igen. Mitől ilyen nagy szám lekint, hogy repül egy kört és leszáll valahol? Magyarázza már meg nekem valaki. Az újrafelhasználás meg a gazdaságoság szempontjából nekik ugye nagyon fontos az, és ezt amúgy már ők számtalanszor bebizonyították, hogy ez a dolog ez akár működőképes is lehet, hogy ugye szállításra és visszaérkezésre, tehát landolásra is alkalmasak lesznek a gépek, tehát nem kell újra és újra tervezgetni őket. Nem az lesz, hogy egy űrkabin vissza téved valahogy a földre, és akkor belecsapódik a csendes óceánba, vagy akárhova, hanem ezek szépen felszállnak. De ez a felszállás, de nem az volt, hogy sikerte volt a leszállás, eldőlt balra. Ez felszállt, és 800-on felrobbant. Érted már, hogy soha büdös életben nem voltunk a Holdon. Hát ez egy teszt volt. Hogy tud felrobbanni? Igen, ez egy teszt volt. A feladat nem sikerült. Nagyjából 8 perccel a felbocsátás után a fedélzeti számítógép megszakították a küldetést, a szerkezet pedig felrobbant. A hiba okait jelenleg is vizsgálják. Ezek meg be akarják velünk vetetni, hogy a Holdra szálltuk. Hiba volt megnyomni ezt a gombot. Egy rakéta nem tud felszállni és repülni 10 percen keresztül, és felrobban. Hagyjad már. Elon, szerinted az óriás rökütánk kibír egy robbanást? Szerintem igen. Oké, $5. Tartom. Persze, ott meg 3-an ugrabugráltak a Holdkomba. Mi? Hagyjad már. Hát egy rakétám tudnak megrepelni. Most 60 évvel a felszállás után, érted. Volt már itt azért egy-két jó sikerült tesztrepülés. Ez az óriás rakétával kapcsolatban az a probléma, hogy hosszú távon ettől, illetve ezektől, nyilván valami új generációs modelljétől várják majd azt, hogy például a marsutazásban majd ezek tudnak segíteni. Tehát, hogy valamennyire ezekre épül rá a dolog, mert ugye most már ennek az űrutazásoknak is ugye a finanszírozásába, meg a lebonyolításába most már ezek a magán űrcégek is beleszállnak, mert hogy az állam nem tudja, vagy mit tudom én, a NASA nem tudja kitermelni azokat az összegeket. Már ezért van szükség arra, hogy ezek a magán űrcégek is valamilyen formában megjelenjenek. Hát a Hold misszió a cél, tehát valójában a Hold misszió teszteli felvinni. lehozni, embert szállítani. Tehát 60 éve megcsináltuk. Jó, de... Mutáskodtok. Nem csináltuk most. Minden 50. robban felmondták ezt az űrhajósokról. Úgy szeretnék, a holdtelepesként, tehát holdtelepesként ott állsz a családoddal, mert mentek föl, hogy a kis kerteden gazdálkodhassál végre valahára, tudod, hogy a kerítésedet meg tudjad húzni, mit tudom én, kitűzhessd a Sebestyén Balázs és családja zászlót, és akkor ott álltok, és akkor mondják, hogy hát minden 50. Nem tudom, milyen hatással van ez az én életemre, de rákérjük, hogy semmilyenre. Ezeket lövöldöznek, ezek a rakéták felrobbantgatnak, a szél elfújja, de hát ott ugyanaz történik, semmilyen nem leszünk okosabbak. Holdra már nem nagyon megyünk, nem? Hát de most így sokkal kevesebb a hülye, már ugye számszerűleg, mert hogy ugye az arányokat tekintve ott kevesebben vannak. Mi horror lóvé mehet erre rá, gyerekek? Mi pénz éghet itt el egy ilyen rakéta felrobbanásakor? Mi csoda dollár, a fejlesztések, a csapat, a robbanás, a kár, az újraépítés, horror pénzek. Értem, hogy ez viszi előrébb az emberiséget. Hát de nem tudom, hogy mennyire ez viszi előrébb az emberiséget. Hát mindig vannak próbajáratok, érted? De aztán igen, a végén egyszer csak összejön. Tanulójárat, van egy-két tanulójárat. Egyszer majd mi is ott ülünk rajta, aztán megyünk valahova. Te lehet, hogy ott én föl nem ülök rá, az biztos. Nem, mi már nem ülünk ott, Ferenc, mi itt vagyunk. Mi itt maradunk, nekünk is maradunk, itt lefőtt a kávé. De a gyerekeim majd fölülnek valahova, de... Sokkal előre nem jutnak ők se. Egy élhetetlenebb helyre mennek valójában, tehát hogy nagyon-nagyon illúzió nincsenek azért a Mars utazással kapcsolatban se. Nem? Hát most mit várunk? Hát ha összejön? Meglátjuk. Mindjárt megkérdők a Space Junkie fiúkat. Ők verejtékező homlokkal, gyermeki izgalommal 16 órán keresztül közvetítették. Ezt a 8 percet. A számunkra teljesen értelmezhetetlen dolgot, hogy megint fölöttek egy rakétát. De azt mondják, hogy ez egy nagy dolog egyébként, és ők értenek hozzá. Persze, és ők biztos, hogy fogadtak is. Ott egy befőttes üvegbe rakosgatják bele szépen az 5-10 ezer forintokat, és fogadnak. Szerinted felrobbant? Na, szerintem nem. Szerintem. Tehát a misszió sikeres volt, a rakéta felrobbant. Úgy van. Örülünk. Tökéletes kommunikáció, gyerekek. Ennek a csapatnak kéne vinni a MÁV kommunikációt. Így van. Hát ilyen jó. Sínünk van, vonatunk van, nem megy. Sínünk van, vonatunk van, késünk, ez is ez az oka. Meg vagyunk. A rakéta felrobbant. Ez egy sikeres misszió. Ez is egy információ. Nem robbanásháló. Igen, ezt is megtudtuk, igen. Tamási Dávid itt van velünk a Space Junkie-től. Hello Dávid, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Szia. Milyen vidám a hangod, és felszabadult, és lendületes, miközben egy ilyen dráma zajlott le? Ó, hát olyan élvezetiteket mindig hallgatni a felvezetésben, hogy hát... Teljesen hülyék vagyunk. Teljesen hülyék vagyunk ehhez a témához. Ez most mitől ilyen nagy szám, hogy ez fölszállt, aztán felrobbant? Mégis sikeres az expedíció, ami ugye felrobbant. Igen, hát a felszállt és a felrobbant, ez a két véglete, vagy két végele is az indításnak, de azért közben történt egy más, amit azért nem árt figyelembe venni. Tehát igen, az tény, hogy felrobbant, és nyilván mindenki erre szeret fókuszálni, de önmagában az, hogy már elindult, és az egyik legfontosabb fázis, hogy a két fokozata a rakétának megfelelően szétvált, ami egy szintén új technológia volt a SpaceX-nél, és az sikerült, az már szerintem egy sikernek tekinthető, meg nem csak szerintem, hanem elég sok más ember szerint is. Hát az, hogy felrobbant, az benne van a pakliban, tehát igazából nekünk ezt így úgy kell elképzelni, hogy mint egy autótörés tesztje, hogy ott sem az van, hogy évekig egy autót babrálnak, hogy hát az majd végre működni fog, és akkor hát ha nem sikerül, akkor majd még 2-3 év múlva megint egy új autó, hanem nem tudom, több 10, több 100 autót törögetnek szanaszét, hogy aztán végül megbízható technológia, vagy technika. Nagyon aranyos a párhuzamod, de hadd fúrjam már meg egy kicsit, igen, hogy ott ugye tervszerű az, hogy töréstesztet végzel rajta. Itt tervszerű, hogy robbanástesztet végzel rajta? Igen, tehát a SpaceX-nek, mint sok más dologban, mióta létezik a cég, ebben is egy teljesen más paradigmaváltás van. Tehát, hogy a korábban megszokott fejlesztési ütemet és fejlesztési mechanizmust, azt ők teljesen felborították jó értelemben, és tényleg ők így kalkulálnak, hogy ők úgymond élőben tesztelnek. Aha. Tehát, hogy benne van a pakliban, hogy az a rakéta fel fog robbanni. Oké, de mi ez a kétfokozatú űrjárvész? Mitől kétet ez majd egyszer csak mire használjuk? Segít ilyen tényleg alapszinten, hogy ez most mitől olyan nagy szám? Ketté szakad csak. Ketté szakad? Kétfokozatú űreszköz. Mitől? Hát attól, hogy van egy úgynevezett hordozó rakétarész, tehát egy első fokozat, amiben ugye a több nafta van, így hétköznapi nyelven mondva, meg ugye van a második fokozat, ami ténylegesen majd földkörüli pályára fog állni. Tehát tekinthetjük az egyiket a rakétának, a másikat az űrhajónak. És az űrhajót viszik, tehát az viszi az utasokat? Igen, meg a rohadt nagy terhet, igen. És ez most attól új, hogy itt ez ketté válik? De hát eddig is láttuk, hogy leválik hát a rakéta az űrhajóról. Ez most miben a technológia miben új? Vagy ez mitől ilyen nagyon nagy ünneplés, hogy de jó? Mit ünneplünk? Hát önmagában az, hogy annyival lecsökkenti az egységnyi kilogramm vagy tömeg felküldését az űrbe, hogy tényleg akár olyan teherszállítmányok, vagy akár olyan műholdak felbocsátását fogja majd lehetővé tenni, amiről ma még nem is álmod az úttalán. Tehát ha ez üzembe áll ez a rakéta, akkor alapvetően fogja megváltoztatni az egész űrkutatást és űrutazást, na meg hát azért majd 100 embert azért csak fel tud meg valahogy vinni, de persze azért ehhez még évek kellenek, tehát valószínűleg több száz tesztrepülést kell végrehajtani, de most ebben a fázisban, ami mindig csak a második indítása volt ennek az óriás rakétának, önmagában az sikernek tekinthető, hogy már jóval tovább jutottak, mint ugye az áprilisi első indításnál. De itt nem az volt a kitűzött cél, a cikk az azt írja, hogy a repülést 90 percesre tervezték, tesz egy kört a föld körül, és Hawaii közelében landol. Nem ez volt a cél? Mert ahhoz képest a 8 perc nem mondom, hogy rossz, csak nem 90. Akár eset. Hát egy kellemes részidő, az tény, de igazából nem tett volna meg egy teljes földköri keringés, tehát nem is állt volna úgymond orbitális pályára, hanem csak egy ilyen 3/4 fordulatot tett volna meg, vagy keringést, mert ugye Texas államból indult, és onnan Hawaii az nagyjából 3/4 útra van a föld körül, tehát hogy nem is volt a cél még úgymond földközi pályára állni, az volt az egyik cél, hogy lehetőleg az űrig eljusson a rakéta második fokozata, ugye, ami levált az elsőről, és ez végül is sikerült. Most az, hogy felrobbant 8 perccel később, hát igen, ez benne van a pakliban az előbb említett mód. Szóval nem sikerült, na, igen. Legyünk őszinték egymáshoz. Én pozitívan állok hozzá, meg a csapat is pozitívan áll hozzá, meg hát igen, azt azért olvasgattuk, hogy nem minden híroldal osztja a véleményünket, de hát, ahogy mindig szoktuk mondani, húst a hentestől, űrhíreket a Space Junkie-tól, úgyhogy... Cipőt a cipőboltból. Úgy, hát de tényleg, így, tehát tényleg azt elismerjük, hogy minden célt nem sikerült elérni, de az elsődleges célok, tehát még egyszer mondom, hogy lehetőleg egy darabban hagyja el az indítóállást, és hogy a fokozat szétválás, tehát a két külön fokozat az ketté váljon, az megvalósuljon, ez sikerült. Értitek gyerekeket, ezt tehát... mondom, hát 60 éve ember ment, most meg azon dolgozunk, hogy egybe elhagyja az indítóállomást. Hát értitek? Egy újabb bizonyíték, de... hogy soha a büdös életben nem voltunk ott. Hát egy rakétát nem tudunk földölni. Hát ne viccelj, ne bukáskodjatok. Meg a burkon kívül úgyse jut semmi. Ez meg a másik, ráadásul lapos, ráadásul tök lapos. Jó is, hogy szoros. Ugye, már megérte összenni ma is. Sokat emlegetett Hold misszió, ez mikor indul? Mikor indul ember a Holdra? Mi most a dátum? Hát ez jó kérdés. A Holdhoz, tehát a Hold köré már jövő november vagy decemberre van kitűzve egy indítás, hogy az Artemis 2 a NASA-nál, de ott nem fognak leszállni. Csak tesz egy kört. Igen, ott igazából csak a Holdig tartó utat fogják tesztelni, illetve az űrhajót, de amikor a SpaceX is bekapcsolódik, lett van a tényleges Holdra szállás, az Artemis 3 küldetés, az hát most még 2025 végére van betervezve, de hát nem mennek nagyon nagy összegben fogadni rá, hogy ez megvalósul, tehát inkább 26 vagy 27 lesz ebből, de itt azért több tényezőn is függ a dolog. A SpaceX is benne van ugye a Starship-pel, tehát nagyon nem mindegy, hogy mondjuk a következő nem tudom, 10-20 tesztrepülést, ezt mikor fogják tudni végrehajtani, de amit még hozzá akartam tenni, hogy a SpaceX azért nem az van náluk, hogy most akkor a karjukba dőlnek, hogy úristen, most legközelebb 3 év múlva fogunk tesztelni, ugyanis konkrétan 3 vagy 4 másik rakéta már várakozik arra, hogy az végső teszteket, földi teszteket végrehajtsák rajtak, és igazából mehetnek is az útjukra, hogyha persze a légügyi hatóság is engedélyt ad rá. Tehát itt ezt mondtam az előbb, hogy az úgynevezett iteratív fejlesztés, ez egy nagyon csúnya reggel 9:30 körül, de a lényeg, hogy egy olyan nagy ütemű vagy gyors ütemű fejlesztést csinál a SpaceX, amit korábban nem szoktunk meg. Tehát hozzá kell szokni ehhez a fejlesztéshez, hogy bizony megépítenek rohadt sok első és második fokozatot, azokat felküldetik, aztán abból tanulnak. Hát azért nem lennék nyugodt az első csávók a helyébe, aki majd megkerülje a Holdat, még ha mondja neki, Józsi, nyugodj meg, nem kell leszállnod. Igen. Lesz izgalom, de hát mondom, mire odáig eljut a SpaceX, addig azért jó pár százszor, vagy legalábbis 100-szor biztos repülni fog a Starship, úgyhogy nem az lesz, hogy akkor a következő indításnál már na akkor ki lesz a szerencsés, aki most felpattan rá, hanem... Hát ez 60, 63, 69, mikor ez olyan könnyen elindítottuk, beszálltak, föllöttük, ott voltak. Hát igen, csak ott a NASA-nál 400 000 ember dolgozott rajta, meg hát egy kicsit több forrás is jutott rá, és az egy űrhivatal volt, most meg egyetlen egy magáncég próbálja ezt elérni. Jó, persze a NASA-val karöltve, de akkor is a technológia az egy magáncég kezében van, és nem az adófizetők pénzéből kell ezt fejleszteni. Hát nagyon köszi. Ez számomra a legmeglepőbb az izgatottságotok, de ez nagyon tetszik, ez a fajta szakmai állázata, hogy ti ezt kommunikáljátok, közvetítitek, és ebben megszállottan figyelitek az eseményeket, ez nagyon jó. Igen, hát azért próbáljuk mindig így unszolni a népeket, hogy gyertek és olvassátok a cikkeket, meg figyeljétek a YouTube csatornánkat, mert tényleg oké, hogy nem mindenben van igazunk, de próbálunk azért optimista, meg pozitívan hozzáállni ezekhez a dolgokhoz. Aztán lesz, ami lesz, de úgy legalább próbálunk olyan lelkes amatőrökként, ahogy szoktuk mondani, ilyen útmenti, nem tudom, hogy mondjam, ilyen, mindegy, van ez az angol kifejezés, ez a broadside vagy roadside astronauts. A lényeg, hogy mi ilyen lelkes amatőrökként figyeljük az eseményeket, próbáljuk azért nagyon a lehető legjobb tudásunk szerint ezeket továbbadni, és aztán vagy tetszik a népeknek, vagy nem. És tök jó egyébként, hogy a Space Junkie az elnevezésetek, mert ugye a roncskutatás már foglalt. Igen. Na köszi, hogy elmondtad, mindig segítetek azért. Mondja, Dávid? Csak ugye a Space Junkie-nak két értelmezése is van az űrszemét, de hát azért mi nem a szemét részét képezzük, hanem az űrbolondok, jó értelemben az űrbolondok jelentését. Úgyhogy tényleg mindenkit csak bíztatni tudok, hogy legalább egy adásunkban nézem bele, vagy egy cikket olvasom el, aztán dönts el, hogy érdemesek vagyunk. Az egy jó kérdés, hogy miért nem csinálják újra meg a 69-es űrhajót? Az így fölment, ott volt, föllőtték. Ugyanúgy legyártjuk, ugyanúgy fölküldjük. Ez is egy jó kérdés, és sokszor meg szoktuk mi is kapni. Az a durva, hogy az a technológia és az a tényleg erőforrás, emberi erőforrás az lényegében az odaveszett. Tehát újra meg kell tanulnunk holdra szállni lényegében, ami mondom így 2023-ban nagyon furán hangozhat. De nincs ez legdokumentálva? Nem lehet ezt újra megépíteni? Nincs egy ilyen rajz, mint egy legóba, hogy tegyél 5 métert erre, haladja 3 métert arra, vágjál egy konkávot, tegyél rá 2 rakétát, azt csokkolom, készen van. És senki nem rajzolta ezt le, nincs egy valahol pár poros papírdoboz egy salgón. Nincs egy fiók a NASA-nál, ahol azért megvannak a rakéta adatai. Hát nem áll. Visszakérdeznék, ha ilyen egyszerű lenne, akkor szerintetek nem csinálták már volna meg? Mondom én, gyerekek, a büdös életben nem voltunk ott. Nem voltunk, hát nem tudjuk, nincs is meg a papír az űrhajóról. Hallottál már ilyet? Leszálltunk a Holdra, nem tudjuk megépíteni miért. Eltűntek a papírok. Nincs meg, sajnos. A dokumentációk oda vesztek. A lényeg a 60-as években, tényleg mondom még egyszer, 400 000 ember csak ezen az Apollo programon dolgozott, meg a NASA pénzügyi forrásai is kicsit azért jobban lehetővé tették, hogy ilyen iszonyatos ütemben ezt megcsinálják. Most mondom, hogy a SpaceX-hoz pedig egyedül kell, hogy boldoguljon. Oké, van NASA támogatás, de tényleg nem mindegy, hogy egy egész állami űrhivatalnak kell ezen dolgozni, vagy annak a pár ezer embernek, akit a SpaceX alkot. Aha. Gyanús, de elfogadjuk. Oké, köszi Dávid, jó munkát nektek, köszönjük. Igen, nagyon köszi, drága vagy, te nagyon lelkesek vagytok, ez tetszik. Nagyon szimpi vagy, csak ennek köszönheted. Köszi, ciao, jó munkát nektek, hello, Szalási Dávidnak köszönjük szépen. Kedves Balázsék, a Starship lesz az első 100%-ban újrahasznosítható rakéta, ettől is különleges meg a méretei miatt. Ez a valaha készített legnagyobb rakéta. Egyetlen kilövéssel akkora nyomás alatt tartott kabint tud majd feljutatni a föld körüli pályára, mint a nemzetközi űrállomás. A tesztepülések célja a hibák kiküszöbölése és az adatgyűjtés. Kérlek, tájékozódjatok, mielőtt butaságokat beszélek. Ez az. Jó, köszi. Még le is, csak foglalkozunk a témával 20 percet, és még le is vagyunk. Ennyi, köszi. Hát nem tudjuk. Oké, értjük, hogy... Hát mi vagyunk a hülyék, hogy foglalkozunk. Ötöst hozol, lecsesztek. 3-as hozol, lecsesztek. 2-es hozol, lecsesztek. Főleg. Értjük, hozol, végképp lecsesztek. Értjük, hogy a szerelem gyereked Elon, de azért nem kell minket lemenni. Oké, Bali, én átálltam, mondom én. Ennyi. Mi a helyzet, Anna? Mit hoztál? Hát, majd lesz egy csodálatos játékunk, nem akármilyen nyeremény. Azért a mai nyeremény az, szóval az Úristen kategória. Mit csináltok? Milyen egyszerre csináltok? Euronics? Igen. És valami hátborzongató? Úristen. Igen, egy hátkefen. Egy SpaceX. Konkrétan egy jellemes hátkefen. Maradvány darabka az űrhajóból? Ezt lehet megnyerni. Hát, nem egy utazást vele. Még olyan abbat. Jó. Rózai behez képest, de nagyon jó. Na, kíváncsi vagyok. Nincsenek meg a tervrajzok. Nincsen éte. Hagyjad meg. Nem mentették le. Hát ez képest... Az Euronics is akar a Holdra szállni, hát ott legalább megvannak a tervrajzok. Tudják, hol a kéménység. Rárakták egy flopira, és valaki ráöntötte a kávéját. Persze, és mi van az a 400 emberrel? Mindenki meghalt. Nincsenek tanulni. Visszamentek őket, állami cégbe dolgoznak, sajnos nem, áthelyeztük őket. Visszamentek az Alfa Kentaurira. Valami nem stimmel, gyerekek, valami nagyon nem stimmel. Nagy a baj. Igen, jövő mindjárt 9:30 pontosan. 3:10 lesz pontosan, 6 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. Szevasztok, már csak 2-esben Jánosnak el kell sietnie. Igen. Hova? Ja, János elment, elment. Olyannyira elment, hogy nem is jön. Holnap se. Jó, azt mondom én is, majd csak csütörtökön, ha az úri kedve úgy hozza. De ha jó neki ott, ahova ment, akkor lehet, hogy marad még. Hát mit tudhatjuk mi az ilyesmit, nem? De. Gyerekek, hát ez ilyen, ez a történet. Neked nincs dolgod? Nekem, én megyek a legkevesebbet. Ez igaz, nagyon hálásak vagyunk érte. Én vagyok itt a legtöbb. Még akkor is itt vagy, ha senki más nem jön. De csütörtökön, pénteken el kell ma mennem egy kicsit előbb. Egyébként, ha már kérdezed. Én ezt nem engedélyezem. Erről nekem senki nem szólt. Tanfolyamra megyek. Huha, várja. Erről nem többet, majd ha elvégeztem, elmondom. Most már az óvatosabb vagyok. Jó, nem sikerül. Mondjuk el, majd ha megcsántam, akkor jelzem, hogy megcsántam. Tanfolyam. Nem fogod a büdös életbe kitalálni. 2 napos. 2 napos, de nem 2 napos, csak 2 nap van minden hónapban. Minden hónapban 2 nap. Akkor ez transzcendentális piri. A spuri? Spuri. Jön a spuri, hétvégén spuri, hétköznap a spiri. Azt egyébként megállba hozza, az teljesen. Kicsi spuri, sok spiri, és teljesen abszolút nullán vagy. Gyerekek, olyan nagy az ajándékunk, hogy ki sem merem mondani, inkább mondd el az időjárást. Az egy ilyen takony. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Figyelj, itt szépen hozzá vagyunk azért ahhoz szok, hogy minden héten van valami ajándék. Már meg se lepődünk, szárítógép, mosógép, mi tele vagyunk ajándékokkal. Tehát természetesnek veszünk, de azért ez ma megint nagyon durva. Na. Tehát azért itt álljunk meg egy pillanatra. Persze legtöbben ti drága hallgatók nem fogjátok megnyerni, de nem is ez a lényeg, mert ez egy valaki nyeri meg. De hogy ma ez tényleg nagyon durva. Na, nagy levegővel, rajta! De ne a nyertesnek mondjuk? Vagy ő már elvileg csak tudja? Ő nem tudja, hogy mit nyer. Hát nem akkor... tudja, még azt se tudja, hogy ő nyer. Hát akkor pláne nem mondjuk el előre. Jó, de ha elmondod előre... Hívjuk fel, és mondjuk meg, hogy mi sem tudjuk, hogy te nyertél. Nem, csak felhívtunk. Ha most elmondod előre, akkor viszont azok, akik voltak az Euronics áruházba és beküldték a fotót, mind izgulhatnak, hogy megnyerik-e ezt. Na, melyik a jobb? Te vagy a hallgató, Laci, most otthon. Igen? Voltál az Euronics áruházban, tegnap lefotóztad magad a kormos képűvel. Oké? Okay? Melyiket szeretnéd jobban? Hogy tudd, hogy mi a nagy ajándék, és várd, hogy hát ha te vagy, ezt szeretné a Laci. Tessék. Na, de hogy Laci mit szeretne, az egyáltalán nem számít. Jó, úgyhogy akkor hívjuk tovább. Világos. Erről van szó. Ez a beszéd. Na jó, hát ezt szeretném. Laci, de ez mikor egyetem. Úgyhogy akkor hívjuk is már is a nyertes, akit is. Pedig a Laci jó teszta. Laci jól hozta. A meglepődött, reménykedő Euronics vásárlót ma Laci nagyon jól hozta. Halló, tessék, György, Valentin. Valentin, hello, Balázs Feri, Rádió Egy, ciao. Sziasztok. Hello, Valentin. Aztán voltál-e tegnap Euronics áruházba? Voltam, kis családdal. Kedves feleségeddel, kicsi gyerekkel? Igen. Fotózkodtál-e a kéményseprővel, te, Valentin? Találtunk valami hasonló kinézetű embert, igen. Mi is így apostrofáltuk, igen. Ma hasonló az egy találó szó. Igen. És elküldtétek nekünk ugye a kéményseprőkukat rádió1.hu-ra? Igen, küldtem egy képet. Nagyon jó. Valentin, van-e neked lakásod, te fiú? Lakásom nincs, házunk van, amin itt még dolgozgatunk. Építkeztek éppen, ne csináltél le? Hát bővítés alatt van, igen, építkezünk, bővítünk. Nagyon jó. Van-e benne konyha, te Valentin? Nincsen konyhánk. Nincsen. Konyhában semmilyen eszköz még nincs a konyháhon. De hogy ennyi, és hogy főztök, hogy mit csináltok? Hát most jelenleg máshol lakunk ideiglenesen. Szóval igen, ennyire rossz a helyzet, ha így fogalmaztatok. Tehát van valami kis ház, ami épülget, bővítgetitek, felújítgatjátok, de valahogy el kellett költözni valahova, mert ott még annyira zajlanak a munkálatok. Igen, pontosan. És hány gyerek van? Még ő van egyedül. Ja, hogy egy gyermek van. Aha. Igen. Szeretnénk majd egy testvér, de még csak ő van. Nagyon örülünk, Valentin, hogy megismertünk. Igen. Akkor most hívjuk a nyertest. Hívjuk a nyertest, de nagyon jól elbeszéltünk. Valentin, nagyon szimpatikus ember vagy, további sok szerencsét az építkezéshez. Nagy erőt a munkálatokhoz. Mert nemet mondani, mert kifosztanak. Ennyit tudok mondani. Na, figyelj, amit nyertél, az ami egészen elképesztő, mert hogy a nyereményen nem más, mint egy komplett konyha. Komplett konyha. Figyelj! Komplett konyha, gorennye mosogatógéppel, hűtővel, sütővel, indukciós főzőlappal és pára elszívóval. Öcsém. Azt a mindenit neki. Na, ne csináld. Nem hittem. De. Nem hittem el. De. Ez nagyon komplex. Ez egész konyha. Ez egy 1,5 millió gyerek. Minden benne van. Úristen, köszönjük szépen. Jaj, de aranyos vagy. Hát ez nagyon szép. Ez a legnagyobb Euronics-es nyeremény. Minden, az egész héten jó volt. Te jókat adtunk, de az most akkor jó helyre is megy, úgyhogy de jó. Na, akkor... Köszönjük szépen. Jó, a feleségem mondtam múlt héten, hogy hogyha esetleg Győrbe vagy Komáromba, de hát Komárom ugye nem tudom, hogy Rádió Egyes város-e, de hogyha Győrbe lesz, akkor már csak esély érdekében is, de menjünk el, és hát úristen. Ja, hogy ti nem is győriek vagytok, hanem Komáromból átutaztatok oda. Hát mi Komárom felett most jelenleg Felvidéken lakunk, de ugye az építkezés ott Magyarban van, és innen mentünk Győrbe. De jó. Na hát ez szuper, akkor az összes gép megvan, most már csak egy konyha bútorra kell összerakni a lóvét. Igen, ráadásul tényleg tök jó helyre megy. Figyelj, megmutatjuk pontosan, mit nyertél. Gratulálunk! Nyereményed egy komplett konyha, amely gorennye mosogatógépet, hűtőt, sütőt, indukciós főzőlapot és pára elszívót tartalmaz az Euronics felajánlásával. Azt a mindenségét neki. De drága vagy. Elérzékenyültél kicsit. Hát igen. Na hát, ha ezzel egy kicsit meggyorsítjuk akkor az építkezést, jó? Hát, mindenféleképpen. Mivel foglalkozol, Valentin? Mit csinálsz? Hegesztek. Aha. Jó. Jó van, jó helyre megy. Küldjük, használjátok egészséggel, jó? Köszönjük. Úristen. Na, örülünk. Ciao. Köszönöm, dolgoznom. Hello. Istenem, most leteszi, és most kezd el sírni szerintem. Én üvöltve bőgnék, az biztos. Már őnek is elcsuklott a hangja, de egy tündér. Jaj, de jó az. Ez ilyenkor mindjárt, hogy komplett konyha, tehát maga csak az eszközök, vagy a konyhabútor is? Vagy ez az eszközöket hát jelenti, hogy komplett konyha felszerelve, tehát a konyhai felszerelések, ami benne van. Igen. A gorennye, sütő, indukció, főzőlap, tehát maga az, ami egy konyhában van, mint felszerelés. A bútort nem kapod meg, hát az nincs is az Euronicsban szerintem. Aha, hanem a konyhában odaillő eszközök. Egy ajándék azért, vagy egy. Ez komoly. Tudom. Azért komoly, és itt hívnám föl Euronix úr figyelmét, hogy egyrészt nagyon hálásak vagyunk, mert nagyon szépek voltak az ajándékok, de hogy rengeteg sok hallgatónk van, és jön a karácsony. Értitek, mire gondolok? Ezért még ma is van egy helyszín, képzeld. Ne ügyéskedj, még meg is hallották, amit kívánsz, látod? Hát, így jöjjön össze az életem. Csörgött is a telefon, hogy akkor már küldik is a kéményseprőt. És akkor a helyszín, ahova mehettek. De a város nem mond ki. A város nem mondom ki, de ott feltámadt a szél arra felé. Oh. Dögös Robi hazája. Dögös Robi hazájába kéne ellátogatni, feltámadt a szél. Akik ott laknak, azon a környéken vannak, hallanak bennünket, azok menjenek ott a helyi Euronixbe, mert ott lesz a kéményseprő. Jó? Délután gondolom. Délután ilyen, azt hiszem, ez a szokásos időpont, ez a 2-től 5-ig terjedő intervallumon garázzálkod itt a kéményseprő, úgyhogy menjetek. Egy fotó elküldeni a kéményseprő @radioegy.hu-ra, és akkor holnap sorsolunk. Bizonyám. És hogyha én Euronix úr lennék, akkor egyre nagyobbak az ajándékok, hónap gyerekek, itt nem tudom mi lesz. A komplet áruházatot oda kell adni. Igen. Ebben a városban tiéd az áruház. Amit egy nap alatt ki tudsz vinni az áruházból, az a tiéd. Nagy tévé, amikor minden. Az ajtón befér, minden. Mehet. Igen, segítséget nem lehet, egyedül kell vinned, amit kicipelsz, az minden tiéd. Na menjetek, akkor fotózkodjatok, jó? Mi pedig mutatjuk gyorsan, még belefér, Zsülci, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Keleti Artúr jövőkutatóval beszélgettünk, hogy a helymeghatározási információink alapján mit szednek össze rólunk nagy cégek, nagyon érdekes dolgokat mondott. És ez a mit kértél kölcsön, és nem adtad vissza felszólító jelleggel küldtek hallgatóink SMS-eket. Ezek legjobb pillanatai a Rádió Egyen. Arról szerintem egyáltalán nincs szó, hogy lehallgatna bárkit, lehallgatnának ezek a rendszerek, teljesen felesleges. Ezeket az információkat tök jó ki lehet találni, anélkül, hogy valakit lehallgatnának, ami ráadásul illegális is, tehát nem is lehetne megcsinálni. És ne felejtsétek el, hogy ez a világon ma egy olyan körülbelül 500-550 milliárd dolláros biznisz. Óriási számokról beszélünk, több milliárd embert figyelnek meg. Az egyik ilyen nagy adatbróker, mert hogy így hívják ezeket a cégeket, akik az adatokkal sáfárkodnak, mert nem szeretik, ha így hívják őket, de ettől még ez a dolguk. Talán 2 évvel ezelőtt derült ki, hogy 5 milliárd emberről tartanak fent információkat, ez az adásban nyilvánvalójuk van, és képzeljétek el, hogy nagyjából egy emberről olyan 5-10 ezer adatpontot rögzítenek. Nemrég kiszivárgott kiadott egy információt, amit szerintem nem akart kiadni, és abból kiderült, hogy több mint 650 000 különböző szegmenst tárolnak. Ezek a szegmensek, ezek nagy kategóriák. Mondjuk a autókedvelők, meg még én fúrhatunk mélyebbre, hogy az olyan autókedvelők, akik mondjuk több mint 30 000 kilométert vezetnek egy évben, meg ilyesmi. A személyekről pedig, ezek az adatpontok, amikről beszéltünk, ott pedig minden, amit csak el tudtok képzelni, az utazási szokásaik, hogy milyen brendeket szeret, hogy hol dolgozik, hogy milyen politikai nézetei vannak, szexuális beállítottság, amit elméletek nem lehetne tárolni, ugyebár azt állítják, hogy nem kötik személyekhez, hanem általánosan tárolnak ilyen információkat, és amikor ezekben a szegmensekben a különböző cégek hozzájuk fordulnak, hogy szeretnék én tőled ilyen adatokat kérni, akkor nem adják ki az adatot, tehát nem sértenek törvényt, hanem elkérik az igényt, és ennek az igénynek a megfelelőjét eljuttatják a megfelelő emberekhez. Csak hogy érezzétek, mondjuk az anyukáknak a kategorizálásában kiderült ebből az anyagból, egyébként ez egy nagyon szokatlan belelátás ebbe a világba, mert nem nagyon lehet tudni sokat arról, hogy itt mi zajlik, hogy mondjuk csak az anyukák kategóriában, itt nézem, hogy mik vannak, mondjuk foci anyukák, nagyvárosi anyukák, elfoglalt anyukák, meg anyukák, akik úgy vásárolnak, mint egy őrült, de egészen hihetetlen. Azt a mindenit. Jó. És akkor ez tulajdonképpen adatformában rólam megvan, és ezt tőlük bekéri egy nagy adatkezelő cég, ezt begyűjti, és utána eladja ezt mondjuk egy autókkal, kozmetikai, szerekkel foglalkozó cégnek, akinek a hirdetése eljut hozzám. Tehát ezeket az adatokat utána értékesítik tulajdonképpen, nem? Igen, csak így nem adhatnák el az adatot, mert az tilos, hanem ők azt a lehetőséget adják el, hogy bizonyos cégek, akik szeretnének egy bizonyos szegmensnek nagyon pontosan targetálva, célozva eladni, azokhoz eljuttatják ezeket a hirdetéseket, és azért ennyire pontosak ezek a hirdetések, mert ez a sok-sok minden, amit csináltok egész életetekben, meg amiket nézegettek, meg amilyen oldalon jártok, meg amire rákattintotok, meg amire a barátotok rákattint, vagy az a csoport rákattint, ahova inkább tartoztok. Tehát, hogy igazából ebbe a 650 000 szegmensben, a több ezer kategóriában ti ugyanúgy tűpontosan be vagytok rakva, és amikor megtalált titeket egy hirdetés, akkor az ember azért érzi ennyire precíznek, mert az összes többi hirdetést az igazából, nem, tehát ami mellé lőtt esetleg, azt nem biztos, hogy annyira észrevesszük, de ezt meg észrevesszük pont azért, mert ilyesmit szeretnénk. Mennyit fog ezen változtatni még a mesterséges intelligencia szerinted? Mennyire bonyolítja meg a helyzetet? Hát az csak annyit fog csinálni, hogy még precízebbek lesznek a célzások, mert ezek már 10-20 éve mennek, jóval régebb óta mennek ezek a célzások, csak amikor a mesterséges intelligencia még azt is kitalálja, hogy te holnap után mit akarsz majd csinálni, akkor még pontosabb lesz a célzás. De tudjátok, az érdekes az egészben, hogy nagyon sok ember szerintem, magamat is beleértve, egy csomó ilyen dologra szívesen mond igent. Tehát amikor felmegyünk egy oldalra, és egy csomó dologra megkérdeznek, akkor ami engem érdekel, arra szívesen idézőbe profiloztatom magam, mert akarok ilyen hirdetéseket kapni. A probléma csak az, hogy a mesterséges intelligencia majd össze tud kötni egy csomó olyan dologgal is, amiben viszont nem akarom, hogy esetleg profilozzanak, viszont mégis meg tudja majd csinálni. Úgyhogy ez eléggé összetett kérdés lesz. Plusz még egy dolog, a mesterséges intelligencia majd testre is szabja nekünk a hirdetéseket. Tehát fogsz majd látni teljesen olyan dolgot, ami nem csak, hogy érdekes számodra, még lehet, hogy a saját hangodon fog megszólalni. Mondjuk ez creepy. De igen, ilyenek létezhetnek szerintem. Úgy szokott lenni, hogy mindig ilyen pár évente szólok Móninak, hogy ugyan hozzá már vissza azokat, vagy kérje már vissza azokat a könyveket, amiknek a helyén kis cetli van bent a könyvespolcunkon. Mert hogy mindig azt szoktuk csinálni, hogy berakunk egy cetlit. Ha valaki kölcsönkér egy könyvet, akkor benn van egy cetli helyette. Ugye, ez valószínűleg ez a könyvtáros múltunkból fakad, hogy ezt így jegyezzük, és akkor így benn van. És akkor mindig szoktam neki szólni, soha nem kerül össze, egyébként még most is tudom, egyébként vannak ilyen izét, a Sors, mint esély című könyvet például még mindig nem kaptuk vissza. Én utána például könyvet nem is adok nagyon kölcsön. Én mondtam, hogy volt egy kölcsönkértés, és mondom, figyelj, inkább megveszem neked. Igen. De az a típusú kölcsönadó is van, aki már a sajátjának gondolja. Igen. Tehát, hogy irigy visszaadni. Hogy nincs rá szükséged. Meg akar győzni, hogy nincs rá szükséged, mert az neki is kell. És az a jó, amikor elfelejtett, hogy tőle kértett kölcsön, itt az SMS, Svédországból a nagybátyám hazaköltözött, és elkérte a hilti ütvefúrót. Ez 6 éve volt. Nem szóltam semmit, mostanában dicsekszik vele, hogy milyen jó ütvefúrója van. Mondom, és van ez a típus. Akitől elkérted. Igen. Viktor, 200 000 forint volt 3 éve. Remélem szerinted is az már 300 000. Tibi, te szomszéd. Oldalcsípőfogó, aksitöltő, létre 2 év, 2 hónap. Jó? Tehát ezeket is jól lenne visszahozni. Tomi, hozz vissza a Commodore 64-emet és a Star Wars társas játékomat. 30 éve van nálad. Az a mindenségét neki azért az is kemény. A haverom a kocsiját adta kölcsön egy gyerekkori barátjának, soha többé nem látta viszont, ugyanis a barát még aznap este beadta a vecsési autóbontóba 30 000 forintért. De jó, az milyen? Kölcsön a verdát. A keresztapám Zoli 15 éve kölcsönkérte a légpuskámat, azóta se kaptam vissza. Káma Sutra könyvet keres valaki nagyon. Egyszer kölcsönadtam egy könyvet, pár hónappal később egy antikváriumba került a kezembe. Mivel bele volt írva a nevem és a címem, ezért rendes volt ez eladó, mert a kiírt ár feléért visszavásároltam. Az milyen, hogy elviszed egy antikváriumba, beadod? Kölcsönkéred, majd beadod az antikváriumba? Nem áll. Már nem emlékeztél rá, hogy az kölcsön, azt hitted a tiéd, nem kellettek a könyvek. Rá egy hétre. Rá egy hétre benyomod az antikváriumba. Jó, hát rövid távú memória. Igen, aranyhal. Igen. Hallott, Csávás, hozd már vissza az alsógatyám, léci, 1 éve hordott, tegyem a szemedre. Zoltán Karcagon 87-ben elkérted a rakéta nyakú műszálas ingemet szombat estére. Megtarthatod, meghíztam azóta. Az milyen? Igen. Kölcsönadtam a főiskolai csoportásomnak 40 000 forintot tandíjra, hamarabb lett diplomája, mint nekem. Azóta se adta meg. Peti, most már ne add vissza az asszonyt. 5 éve hívtad át, hogy segítsen főzni. Azóta nálad van. Régebben kölcsönadtam egy könyvet az egyik barátomnak, pár hét múlva mentünk hozzájuk vendégségre, kérdeztem, hogy kiolvastad már a könyvet? Levette a polcról, és már bele volt írva a neve. Azóta nem adok kölcsönkönyvet. Az milyen, hogy beleírja a nevem? Hát ez az én könyvem, bele van írva a nevem. Hát, nézzek. Ez nem fog vissza. Kovács József. Hát most tudsz olvasni, ugye? Márk, add vissza a 15 éve kölcsönadott BMX-em. Ja, hogy eladtad. Köszi. Erika tartozik 10 éve 400 000-rel. Ne hozz vissza, vegyél belőle gerincet. 400 000-rel 10 éve. És nem adja meg. A legrohadékabb dolog. Ő elfelejtette ezt, vajon? Pénzt kölcsön kérni és nem visszaadni. Ez egy olyan szemét egy dolog. Nálam van a szomszéd létrái ideje. Bármikor kölcsönadnám neki, ha kell. Add vissza a pókerzsaton készletemet, valaki azt kéri. A magányugdíj megtakarításomat szeretném visszakapni. Lassan szükségem lenne rá, Gyurték küldte nekünk. A Gyurcsikám, nem van a közösben, arra kell gondolni. Nem? Nincs az, jó helyen van, nem van a közösben. Hallod, Laci? Remélem a gyógyszereidet hordod a North Face övtáskában, amit hozzátál vele külföldről 5 éve, és azóta se fizetett ki. Hallod, Laci? Rohadjál meg a North Face övtáskában. Balázsék! A Rádió Egyen! 3 perc pontosan 10 óra. Akkor viszont hallásra. Hát azért a naphallgatóját még hívjuk. Ja, várjál. Persze, hát azt megvárjuk. Megvárjuk. Jó kis nyereménye van, tényleg? Hát akkor gyorsan fölhívjuk. Addig megmutatjuk, hogy mit nyert, figyelj. Nyereménye egy 72 000 forint értékű 3+1 alkalmas lézeres szőrtelenítés. Egy testrészen. Az Ever. Ever? Elhallgatott. Az Ever? És mi van, ha egy kézzel is elejön a szőr, akkor 3-ig a bőrt égetem már? Ha ennyi. Kedves nyertes, ön nem volt elég szőrös, ezért leégettük a bőrét. És hogyha, de tényleg az elsőnél lejön? Balázsék. Az, hello, jó reggel, ciao. Sziasztok. Hogy hívnak? Gábor vagyok, sziasztok. Hello, Gábor, hol hallgatsz minket, hello? Budapesten. Nagyon jó. Te írtad nekünk ezt a kölcsönadtam a józan életem, és úgy tűnik nem kapom már vissza. Ez egy elég szomorú hangvételű kis SMS volt. Levontás volt. Igen. igen. Iszol rendesen? Most nem. Nem most éppen, de úgy általában. Óvatosban. Szállított novemberben. Aztán majd decemberben belehúzol. Igen. Figyelj, mutassuk meg még egyszer, hogy mit nyert. Megmutatjuk, hogy mit nyertél. Figyelj, nagyon jó lesz. Nyereménye egy 72 000 forint értékű 3+1 alkalmas lézeres szőrtelenítés. Egy testrészen. Az Everdermió voltából. Na? Végleges szőrtelenítés. Hurrá! Szőrös vagy? Szőrös tökéletes, vagy? Tökéletes. Persze, a hátam is. Na, az egy testrész. Hangod alapján bármit nyertél volna, az most jól jön nekem. Így van. Ja. Kitartás, bármibe vagy, jó? Köszi. Köszönöm. Ciao. Hello. Sziasztok. Hello. Fú, nem volt jól. Nem volt jól, gyerekek, nem volt jól. Látjátok, más is küzd. Így van, ez 1 perc, 10 óra. Elmentünk, jó? Jövünk holnap. Akkor Jani nélkül, de itt vagyunk. Szevasztok. Ciao, hello. Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek.